közül, kettőnk közül, hogyha észreveted, Ferit ez a dolog tényleg igazán izgatja. Kicsit kell neki a társ, kicsit kell neki az, hogy valaki lökjön rajta egyet a szóátvítés valódi értelmében egyaránt, és aztán mehessen veled. Ő szeretne menni. Én azt veszem észre, hogy ő igen. Én azért gondolom azt, hogy igazából csak egy pár síléc, meg egy pár ilyen kötés, meg egy gyermekhordozka kell ahhoz, hogy mind a ketten ott legyünk, érted? De ne költsük túl magunkat. Előre tehát, akarsz ülni, vagy hátra? Igen. Elől puhább vagyok. Figyelj, Feri, hátra felcsücsülök rá, érted? Felkapaszkodok, azt lemegyünk egy ilyen dizén, egy ilyen rózsaszín, egy pink pálya. Egy pinket viszont akkor olyan lesz a szett is. Tudod, miért gondolkozom ezen a síjelésen? Na. Mert hogy a gyerekeimet megfoszthatom-e a saját maga miatt attól az élménytől, hogy megtanuljanak síelni. Tehát, hogy én érted, nem szeretek síelni, nem fogom kivinni a két gyerekemet sípályára. Jogos. Viszont hát ugyanígy vagy még a curlinggel, meg a golfal, nem? Hát igen, hát effektíve ugyanúgy megfosztod egy csomó mindentől. Tehát az ember azért odaviszi a gyerekeit, amit általában ő is szeret. Tehát ha te utálsz krikettezni, nem fogod elvinni. Vagy ha utálsz sakkozni, nem fogod elvinni. Majd ha 10 évesen ő akar, akkor megy magától. De hogy érted, most mondjuk 5 éves a Panna, az olyan tök jókor arra. Semmit nem vesztesz még, hanem. Nem? 10 évesen is megtanul? Nem, ilyen kicsi korban el lehet kezdeni velük, de hogy sokszor még nyomja a lábukat a bakancs, nyugösek, macerát. Tehát, hogy nyilván minél előbb kezded, annál jobb, de ha ő majd 7 évesen kezded, ez egy év alatt megtanulnak. Mondjuk abban hát, azért nyomasztó belegondolni, hogy lehet, hogy én vagyok az évszázad kriket játékosa. A genetikám meg a képességi alatt. Hát, ott porlad bennem ez a tehetség, mert az apám nem vitt el annak idején. Miért, fater? Hogy most tegyetetem, hogy hova elvinni de véget krikettezni? Na jó, ki ez benne van nyilván, de egyébként tök igaza van Balázsnak, mert lehet. Lehet, hogy így van. Nézd, minden gyerek azt csinálja, amit a szülő nagyon szeret, vagy a szülő csinál, vagy a szülő néz, aztán nyilván a gyerek, amikor kicsit idősebb, akkor már tendál valamerre, amit már a szülő nem csinál. Tehát, hogy simán lehet, hogy azt fogja mondani, hogy jéghokizna a Soma, vagy korcsolyázna, vagy eresgézne, vagy mit tudom én. Ennyi. Én simán lehet tudom képzelni felül is, hogy ő lett volna mondjuk a pötank Michael Jordan-e. Igen. Az nagyon erős vagyok. Ha apád annak idén elvitt volna a potankon. Igen, de kevés. Az újkígyósi kocsmában a teke volt. Igen, nagyon klasszik. A mi potankunk a teke újkígyós. Amíg el nem lopták a bábunkat. Ne, ott nem lehetett. Egy nyársaláshoz. Nem, a kocsma hátsó részében volt. Olyan automata visszagurító pálya. Nem, mondd már. Mondom, Sanyi bácsi ült napi 2 sörére a másik végén, is visszagurított. Ja, ő volt az automata. Ő volt az automata. Egy kicsikét ott a néha beszélgettek vele, de Sanyi bácsi reggel a Sanyi 35. Leült a végére, ahogy beesett a golyó, kivette, visszagurított, és akkor egy sör. Ha jó napja volt, ha valaki nagyon nyerő szériában volt, akkor még egy felest is kapott Sanyibá, de ebben már az állítás is benne volt. Tehát akkor de felkövezett, vagy ilyen földes volt? Ja nem, várjál. Ja, hogy hívják volt? Ja, persze, lógos. Lógos, hogy hívják? Az a teke, amikor ugye föntről log le egy golyó. Akkor nem teke, hanem az a lengő teke, az de, más. Most de teke, lengőte. A gurítós most kettő, másról beszéltek. De igen, van kettő, így van. De én a tekét mondtam. Az a teke. Az a sima teke. Teke. A 9 bábus. Vagy bowling. Hát azért bowlingnak ne nevezzük. De egyrészt az a Lukas golyós. Igen, a bowling. A teke, ha nem lyukas. Nekünk csak lengőtekénk volt. Aha. Azt helyhez kötöttem, hát meg az kicsit inger szegényem. Azzal új kígyósan nem tudtál volna vakítani. Tehát oda kemény teke. Viszont az a jobb benne, hogy herékosztas zsinór, akkor a közelben szélen ülőket és sörözőket simán le lehet még vele találni, illetve az ő söréket is le lehet szedni az asztalról. De akkor a tiéték az menő volt. Menő teke. Most mondom, automata pálya, tehát nyilván visszagurított a golyókat. És betonos volt a pálya. Hoppá, okavicsos beton volt, pattogott hát rajta. Egyrészt, másrészt meg lejtett egy kicsit valamelyik oldalra, tehát ki kell tapasztalni, viszont amikor az ellenséges faluból jöttek, mert nálunk teke bajnokság is volt, akkor mindenkit meg tudtunk alázni. Ugyanez volt egyébként, amikor hozzájuk mentünk mi, mert az ő pályájukat viszont mi nem ismertük, hogy merre lejt. Aki viszont minden nap egész napot tekézett, az már tudta, hogy kell megdobni, hogy jó legyen. Úgyhogy ennyi. Ez volt a ti grenzlemetek. De egyik füves, a másikon pedig beton borítás. A pötong grenzlem van ilyen. Jó, de jó volt az az új kígyósi sportszakkör. Ja. Jó is az. Na mindegy, ha visszatérve a síeléshez, ha idén akartok, akkor azt mondjátok. Feri. Én igen. De mert csak ezen gondolkoztam, hogy megfoszthatom el a srácokat ettől, hogy az édesapjukkal együtt síeljenek. Én megyek januárban is, úgyhogy hova? Síelni. Ja. Jól teszed. Hát épp pénteken elindul, vasárnap este visszajön. Nem egészen így tervezem. Hogy? Hát egy pár napot kiütök a januárból. Igen. Nem muszáj, gyerekek. Átgörgettem egy 25 napot. Hova? 2014-re, ha lenne görgetés, de nincs egyébként. Annyit nem, egy 20-at biztos. Úgyhogy januárban elmegyek egy kicsit. Ha gondoljátok, tartsatok velem.
Sieljünk együtt. Na azért azt megnézném az arcodat, amikor ketten odállunk eléd a Janival, és azt mondjuk, hogy na Bali, akkor veled megyünk. Jaj, hát igen. Nagyon röhögnék. Aha. Én olyan értelemben veled fogok tartani, hogy én is elmegyek akkor szabadságra, de hogy majd integetek, küldjél lapot. Én is küldök majd. Jó, egymásnak. Jó. Egymásnak. Egymásnak küldjünk mindenféleképpen. Jó van az, jó lesz. Jó síelés, szánkópályával. Nem, ez nem, nem, az ott nincs. De az engem nem zavarna, hogy keresztül hussanjak előttetek a testemmel. Akkor szerintem elképzelhető, hogy konkrétan meg is vernek. Az olyan kielezett harc. És te beszállnál abba? Nem, én szívesen menni. Nem. Átmennénk itt. Csak röhögnék. Csak néznél, mi? Hát nem, érzékenyen érinti őket. Aha. Tudod azért, mert ha egy szánkó elkaszál egy síelőt, abból általában síelő jön rosszul. Eltörik a lába. Nem, azért, a szánkónak nem lesz nagyon semmi baj. Tessék? Pályairigyek vagytok, ti síelők, érted? Azért, mert bérleted van, meg menő sícucod, azt hiszed, hogy nekünk a ródlicsok, vagy jód, vagy minek hívja, ródli, ródli, ilyen át... A mi eurónk ugyanolyan euró, mint a ti. Igen, érted? Ja, ha menők vagytok, kijöttök velem, mondjuk elmenjünk a Möltály Gletscherhez, síelni egy kicsit, Ausztria, fogtok egy szánkót, telibe veritek, úgy, ahogy van. Na, az királyság. Mert arra azt mondom, hogy ez vagány. Lent egy kisebb tömeg vár már benneteket. Mire fönt elkezdtek csúszni, lent már híre megy, hogy szánkó van a pályán. Az olyan, mint 10 éhes kutyának kidobni egy ilyen véres csontot. Az szörnyű vége lenne. És egy üvegrövid itallal megyek le. Mindenki a vendégem! Lehetne alkudozni, de ott egyen-ketten azért erre berágnának. Nem tudom, ez a szánkós síelős, ez egy nagy utálat. Aha. Síelésnél van esti bulizás, vagy annyira elfáradtak a síelésben, mert akkor viszont itt tényleg nem mennék. Tehát van. Sőt, az a jó, amikor olyan ilyen síelsz, ahol este mit van egy kis fürdő, vagy mit tudom én, egy kis beülsz valahova, és akkor ott úgy kicsit áztatod magad a forró vízbe az egész napos hideg levegő után. Hogyne, hát meg este nagyon hamar be tudsz rúgni. Mert annyira fáradt van, hogy annyira kivett a szél, meg a felvonózás. Hogy nem mész többször a pulthoz, hanem üveget veszel magadhoz. Igen. És azzal elgyalakodtad reggelig. Megiszol valami kis osztrák alkoholt, vagy bármit, és azonnal meg vagy. Na, már egyre jobban. Jó. Pályán lehet inni? Lehet, hát vannak hütték, persze. Aha. Az egyéni saját döntésed. Nem, de borozni szoktak, forrad borozni, meg van, akin osztrák piák, meg nem, de lehet enni. Aha. Inni, beülsz a hüttébe, egyébként ki se kell jönnöd. Lecsúszol az első hüttéig. Annyit kell megúsznod, hogy fölmész a felvonóval, és az első hüttéig becsúszol valahogy. Létsz, letámaszt, ott hagy, beül, napozik, terasz, és semmit nem kezd csinál. Kezd érdekelni, nem rossz. Majd a végén, amikor bezárnak a felvonók, meg zárják a vajt, akkor legurulsz az autódig. Vagy az alsó felvonó is gondol esélytesz. Föl a léceket a tetejére, na kis ijeltünk magunkat, srácok, kivezet. Tulajdonképpen zanzás, itt van nagyjából ez a síelés. Akik szeretik, ezt többször csinálják meg ezt a kört, hogy fölmennek és megint lesíelnek, de ez aki simán. Nem, az pedig ott az meg egyszer. Tehát olyan sok csúszás nincs benne, ha igazából nem akar síelni. Viszont tiszta levegőn vagy, 3000 méter magasan, süt a nap, baromira barnulsz. Hát azért ha süt. Hát ha felhőhatár fölött vagy, akkor ott mindig süt. Ja, tényleg. Tehát, hogy olyan helyre mész, azért van, ahol 100%-os hógarancia van, meg az esetek 89%-ában a szikrázó napsütés. Na, ez már nem rossz. Jó lesz az. Nem egy rossz az. Persze. Jobb. Ha esetleg mégis, hogy nem, én is ott lennék, hogy csak 2-3-at csúszál tényleg, hogy tudjak azért célba dobálni. Tehát, hogy engem az mindenképpen szórakoztat. Ott áll, mint egy ilyen kis rossz varázsló, ott állna a pálya mellett, és engem dobálna. Nagy felület, eltalálnak, mi? Jó, kezdesz meggyőzni. Tudtok mondani még egy ilyen sportot, amit lehetne szeretnem? Már csak így messziről. Hát... Nem, oké, mehetünk tovább. Nem se tudja, nem tudom. Hát, hogy nincs nagyon ingerenciát, tudod, akkor arra azért, hogy nehéz. Nehéz ügy. De hogy ez csábító volt, ez a síelős dolog. Talán még a szinkronúszás. Veled. Tehát azért a te lábméreteid, ahogy nyílnak. Orcsipesszel. Orcsipeszt fölrakod, aztán hadd szóljon. Mutatós kis leánka lenné. Az biztos. A geszti föltöltötte az arcát, tényleg? Feltöltötte? Igen, de azt mondom, nem botoxal, hanem van most valami másik ilyen természetes anyag, és akkor az van benne az ő arcában. Komolyan? Aha. Ráncosodott. De az egy palinak jól áll, nem? Igen. Nem lehet, hogy csak megnyugodott? Ideges volt? Aha, és azért ráncolta a homlokát. Biolifting kezelés. Aha. Na. A szikora után állítólag a geszti is elment. De hát ez egy bulvárlap írja, úgyhogy azért ez még azért ne higgyünk nekik. Mert a geszti nem is nyilatkozik benne, vagy nyilatkozik? De lehet, hogy 10 rugos információ a cég valamelyik alkalmazottjától. Az egyik takarítani gondolta, hogy bemószerolja már.
Hát szerintem a ráncok jól állnak. Van X a sarokban? Valamelyik sarokban, hogy fizetett? Nem, azt írja a bulvárlap, hogy Geszti Péter mindezt korábban maga is elmondta a lapunknak, majd tegnap este visszamondta a nyilatkozatát. Aha. Tehát, hogy mégse akarta, hogy ez megjelenjen. Nem ciki szerintem. Én nem pártolom, én nem mennék el. Szerintem mind hármunknak nagyon jól áll. Kegyetlenül sármasak vagyunk, ahogy idősödünk. De ha valakint zavar a ráncát, akkor menjen el. Persze. Bioliftingeltessen, azt csinálja. Szóval engem nem zavar. Én a Gesztit ugyanúgy kedvelem ráncosan, mint ránc nélkül. Szóval tőlem lehet kopasz is, meg nem tudom mi. Engem jobban érdekel a powerlifting. Ez a ráncosodás basszus, hát így az embernek így el kell fogadni a korát. Ez van. Mennyi a Geszti most? Hány éves? 50. 48. Hát fel se tudja, igen. Az a baj szerintem, hogy nincs megállás, nem? Tehát ezt egyszer elkezded és rákapsz, mm-hmm. akkor ez utána megint beráncos, megint, tehát ugye ebben van egy lejtő. Meg a szervezet aztán öregszik azért tovább, és akkor mindig módosítani, mindig egy kicsit, tehát hogy így, tudjátok, nem az igazi. Bajom, hogy nem láttam szépet még. Azt nem látom szépnek a Gesztit. Nem, nézze, hát az sem, már úgy nem látom szép. Tehát ha megnézitek, most ott van az összes hollywoodi sztár, akinek a végig követtük az életét. Hát tudsz most olyat mondani, aki a botox után kegyetlenül jól néz ki? Se. Nem, ezt mondom, hogy nincs valahogy ott megállás, tehát utána rondulsz. Meg nem lesz szép. Tehát igen. Amikor megcsináltatja sem, de akár férfi, akár nőt mondasz, nem lett szép tőle. Tehát én elhiszem, hogy nincs meg a Mariana árok a homlok a közepén, keresztbe, de nem szép. Ügyön, nézd meg Sylvester Stallone-t, szegény. Most hát, hogy egyszer nem van egészen jól. Jól nézett ki? Igen. Nem láttam, csak láttam bemutatóját, ott, mintha kicsit visszavettek volna. Aki nagyon szörnyű, az a Nicole Kidman. Hát, ja, hát ennek nincs mimikája. Hát az... Tehát az saját halotti maszkját hordja. Az konkrétan eltűnt, igen, olyan, mint egy ilyen maszkot vett volna föl. De nem merepedni, mert egy bereped a bőre, hogy szóltak neki, hogy egy nagyobb mosolynál egy lavina indul el. Az valami elképesztő, hogy néz ki. Egy viszonylag helyes csaj volt. Igen, karakterszínész lett belőle, most már tényleg csak egyet tud eljátszani. Valószínű, hogy Hollywoodban ugye az van, hogyha látszik rajtad, hogy öreget színűnek, akkor egész egyszerűen nem kell lesz már. De így kell. Hát így se kell. Hát valahogy így próbálják meg a fiatalokkal felvenni a versenyt. Tehát, hogy egyszerűen nem kell ez, gondolom. Mikor láttál, nem kap szerepet. Mikor menne filmet? Hát, 2 éve kb. 2 éve? Most nem jár, volt neki. Aha. Igen, a más aha. világ volt talán az utolsó Nicole Kidman film, amit megnéztem. Ő járt együtt a Tom Cruise-zal, nem? Hát, igen. Amúgy, utána nem csodálom, hogy megcsináltatta magán ezt. Nem akar emlékezni a régi önmagára. Jó, mondjuk ő aztán végképp iszonyatosan messzire került attól, amit így először láttunk tőle, hogyha emlékeztek, talán az Ausztrál Express című sorozat volt az, ahol még irgalmatlan vörös rőzsével, ilyen csigás, hullámos hajjal, nyomokban sem emlékeztetett a mostani Nicole Kidman, egy ilyen nagyon helyes csaj volt. Az volt, amit először így vetítettek az országban, nálunk, aha. és szerintem azzal is futott be, ő mint fiatal kezdő színésznőcske, talán. Na, szóval a lényeg, hogy nem lett szép ő se. A nem. Botoxtól, mint az nem. összes többi nem lett szép. Tehát azt nem értem, hogy tudnak még rábeszélni valakit erre, hogy fecskendezd a bőröd alá, szép leszel. Nem leszel szép, nem fura. Leszel ráncos, az más. Igen, ugye, nem, ránc, nem, tényleg nem szép. Ráncos nem lesz, az minden más megy a levesbe. Igen. Na mindegy, jól van. Hogy állunk játékkal? Hát volt ugye tegnap egy véleményes játékunk, igen, illetve nem volt annyira véleményes, hogy visszahallgattuk, és a játékos tényleg kimondta a nemet, úgyhogy 2-0 ide. 2-0-ra megyünk. 2-0-ra megyünk. Na, ez egészen biztató. Ez jó hír. Jól van, lehet jelentkezni játékra, jó? Nyugodtan, arcoskodni, egész bátran, Anna valakit visszahív, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3-7 múlt, pontosan 4 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt! Katalin hercegnő is botoxolt, tényleg? Nem, egy világ omlott össze bennem. És már a gyereket is boxoltatja, vagy botoxoltatja. Boxoltatja? Ő minek? Hát ő még fiatal, minek botoxoltat? Azt nem tudom. Azt nem tudom. Mit tudom, ha az urának lenne hajbeültetés, akkor azt mondom, hogy oké, okay, jó. Hát ott azért több szép részleti beavatkozásra lenne szükség. Igen. Átültetnek Károlyról, vagy nem tudom. Na jó, igen, csak ugye a Gesztiről beszélgettünk, aki most évlapommal, hogy föltöltette az arcát. Ha igaz, persze, ki tudja, hogy a bulvár sajtónak mit lehet elhinni.
és erre írták, hogy Miki Rourke, ugye, hát ő nagy botox király, hát felett, ő szétvaratta. De ez büszkén vállal. Másik véglet, igen, de hát ő azért egy bohém laza csávó. Karakteres arc lett. Igen. Meg neki ugye ott volt az ökölő jó pályafutása is mellette, ahol azért szétütötték elég rendesen az amúgy meglehetősen csinos jóképű vonásait, amiket még az Angyal szívben, meg a 9,5 hétben azért meg lehetett csodálni. De hát már nyomongos emlékeztet arra a srácra. Há, igen, őszintén szétvarta magát. Na jó, van, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát négy tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a válasz. Halló, jó reggel! Sziasztok, jó reggelt! Niki vagyok. Hello, Niki! Szia! Sziasztok! Niki, honnan jössz minket? Én most útközben vagyok, de egyébként Érdről. Azt írtad, Niki vagyok, és nem Bamba, tudom az esélyem gyatra, játékra mégis jelentkezek, hát ha rimmel bekerülhetek. És bekerültem. Hol a rim? Ezért szerintem. Bocs, Niki. Hol a rim, igen. Niki, kivel szeretné játszani? Én Janival szeretnék játszani. Hmm. Miért piszkálod szegényt? Nem piszkálom. És miért nem Bottal? Igen. Jó játékos vagy? Szerintem nem, de majd meglátjuk. De vidám. Na pedig kell a pont. Nagyon kell a pont. Nekünk. Nekünk. Ha megnyerjük, akkor vége a hétnek. Csak mondom. Uha. Bizony. Ezzel most jó nagy súlyt raktál rám, de nem baj. Igen, ha viszont nyersz, akkor még játékban maradtok, mármint ugye, ami a hetet illeti, mert akkor van esélyetek. Jó, jó, még most ugye... feltittem magam. Na. De 2-1-re még akkor hozhatjátok a mai napot. Mehetünk? Mehetünk. Akkor 3-2-1, tessék. Szia, Jani. Szia, Niki. Melózni mész? Persze, parancsolj. Tudod, hol van Érd? Jártál már Érden? Persze. És tudod, mi Érdnek a nevezetességei? Az érdi minaret. Mindenképpen láttad? Hogy ne? Ne viccelj, ott lakom, nem messze. Ott a köszönjük, szép volt, puszi! A legjobb vagy, Niki! Ott lakom, nem messze. Hát és hogy jövő neki. Imádlak. Nem volt túl erős, igen. De helyes vagy, tehát az mindenféleképpen jó. A játék nem tartott sokáig. Én mondtam, hogy nem vagyok túl jó játékos. Hát... Igen, amikor de legalább azt tudom, hogy a Jani már tudja, mi Érdnek a nevezetessége. Ez sok érdése tudja, hogy ott van itt egy minden, ott ez a durva. Ez így van. Igen, hát vidám voltál, a játék nem volt erős, de minden esetre jó terül volt. Persze. Én szerettem. Megvan a hét? Én is szerettem. Gratulálok nektek, jó? Köszi. Jó munkát neked. Sziasztok, köszi, hello. Hello, ciao, ciao. Szép volt, Jani. Hát köszönöm szépen, élmény volt. 7 óra előtt szerintem még ilyen vidám hallgatóval nem játszottunk. És úgy, hogy veszített. Ja, ráadásul. Igen. Na megvan ez a Firenze ügy, hogy miért Firenze időjárás, nem tudjuk? Hát csak ez a magyarázat? Igen, hogy egyre inkább mediterránná válik az időjárás. De miért Firenze? Igen, hogy miért nem Pisa? Ez hülyeséget tényleg az ember nem is hall. Na nézzünk egy-két közlekedést így gyorsan korra reggel. Azt mondja, hogy M6-os 189-es kilométer trafi, a Pest felé érkezőket mérik. Azt mondja, hogy Balé, én inkább a forró homokos tengerpartot választom a bikinis lányokkal. 24 órás futár Pisti küldte ezt nekünk. Lehullott a lepel a Volvo reklámról, igen, köszönjük szépen azt mi is. Megnéztük, sőt, talán beszéltünk is róla tegnap. Viszonylag ennyi, már ami a közlekedést illeti, úgyhogy jöhetek az SMS-ek, mert nem nagyon tudjuk, hogy mi a helyzet. Az utakon, hát most még valószínű nyugi van, nem? Ami az időjárást illeti, esős, borús, viszont ilyen 10-12 fok, nem kell túlságosan melegen öltözni. Jó idő lesz. Tipikus firenzei. Tipikus firenzei időjárás van, igen, meleg lesz, tavasz van, úgyhogy jövő héten állítólag viszont. Tél, vége van. Fagy, igen. Jégcsapok. Tehát a 12 fokból átmenjünk egy -3-ba, hogy ez lenni szokott. Úgyhogy jön a hideg. 5 perc, pontosan 7 óra jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 7 óra múlt 9 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, hello Jani. Sziasztok. Hello Feri. Hello. Hello drága hallgatók, itt vagyunk, mindhárman. Teljes a létszám. A légyszám, van egy akkora dög legyünk be, ide néz, itt fekszik. Ne. Oh. Ott pihengem. De még vergődik. Igen. Gyula.
Gyula, légy szíves, Gyula, hozzá a hálót, fogd be. Igen, szegényleg minden, ilyenkor már halottnak kéne lenniük. Igen, most elkezdenek már egyébként kóvályogni. Vagy a melegben még bírják? Picit így behúzódnak, de már... 12 fok, igen, ez nem öli meg őket. Firenze is tele van velük. Ez a firenzei nyár már, vagy ez már a firenzei időjárás. Nézd meg, mekkora. De nem lehet, hogy egy kémlégy, egy mini drón, egy Juventusból átküldött valamilyen kis... Egy fömötör Márti klón. Vagy... Gyula, rak be egy elektromikroszkóp alá, nézd meg. Világítsuk át a legyet. Van-e benne valami? Légy szíves. Hát ha Juventus küldte kémkedni. Kémlégy. Egy kémlégy. Vagy a Music FM, vagy a Petőfi, vagy a Kossuth, vagy nem tudom ki. Beküldtek egy mini drón, nem? Berepül egy légy. Hát lássa, már ilyenek is lesznek. Rovar formájában. És itt megfáradt a pulton a Feridél. Picit lefűzött, igen. Na nézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Baleset a Hungárián, üdv azé. Tudunk ezen pontosítani valamit? Megírtad, Anna? De jó vagy. Na mondom, hogy mi a pontos. A Hungárián a baleset az Árpád híd irányába van, ahogy a hármas útról rákanyarodunk a Hungáriára, két autó ütközött, úgyhogy ott hatalmas dugó lesz. Köszi, Anna. M3-as befelé Hungáriától az M0-ásig lépésben halad Minyó küldte, és Zalában Novánál rendőrök segítik a tűzoltók munkáját egy lakástűz miatt, így a falu elején forgalom irányítás van, írja Matyi. M3-a szintén 131-es kilométer szelvényen Pest felé kamion az árokban, kerekekkel felfelé. Üdv András. Sose fogom ezt megérteni, hogy ez megy egy kamion az úton 80-nal a külső sávban, hogy kerül át az út másik oldalára kerekekkel felfelé, ha csak nem az, hogy elalszik. Hogy? Megcsúszik. Nem? Vagy nehezen csúszik egy kamion? Hát de nem, hát... autópályán nem satuzol nagyon. Meg érted, kerekekkel fölfelé. Tehát. Hát az fölborult. Nem? Ne. Hát csak kérdezem, hát érted. Na hát most beírok neked egy piros pontot, Feri. Felírom. Hát de jó vagy. Felírom, kerekekkel fölfelé. Az azt jelenti, hogy fölborult? Na, jó, hát annyira, ha már megcsúszik, onnan már borul, érted? Azért van fölfelé a kerek. Na de ha még el is dől, azért az, hogy teljesen felboruljon, ahhoz valami nagyon-nagyon fura dolognak kell történnie. Én nem vezettem még soha nyergest, meg ilyeneket, nem tudom, de nem fura. Lehet, hogy élelmiszer szállított fekete, azért megfogtad, kirázott belőle pár köbméter kenyere, tejet. Igen, ma van az utolsó hármassal kezdődő szülinapom, írja nekünk egy hallgató. Utolsó munkanap valakinek, gyerekek, mindenből az utolsó, úgy látom. Van az M6-osnál még egy trafink, 189-es kilométernél, a Pest felé érkezőket mérik. Ezt is, igen, egy hallgatón küldte nekünk. Látom, figyelek, mond, igen, látom. És a BKK nagyon korrekt módon előre figyelmeztet mindenkit a 22. kerületben, hogy a Duna utcában az aluljáró útpályának az átépítése holnap kezdődik. Holnap kezdődik, és nagyon sokáig, december 15-éig ott gyakorlatilag nem lesz forgalom, mert a 22. kerületiek mindenképpen számítsanak. Tehát a Duna utcában az aluljáró útpályája. Na, azt írja valaki, hogy első defekt van, vagy egy dur defekt, hogy akkor tud ilyet produkálni. Hogy eldurran az első kerék, akkor azt nem tudod megfogni, és akkor az borul. Mi van a Van Damme videóval? Kiderült az igazság? Elmondanátok röviden, Joki küldte. Illetve én tegnap megnéztem, hogy kiderült-e az igazság, azt nem tudom. Tehát egy nagyon jó háttérvideót csináltak hozzá. Ugye az a sztoria, hogy van két kamion, ami tolat, és akkor Van Damme csinál egy spárgát. Ez a videó, hát ezt most már nagyon sokan látták. Igen, most csináltak egy leleplező videót, amiből nem lepleződik le semmi. Az lepleződik le, hogy van egy nagyon jó képességű svéd kamion sofőr, aki elmagyarázza Van Damme-nak két ilyen makett segítségével, hogy mi fog történni. Sztárunk meglepődik. Nyilván kamu. Igen, na most itt kezdődik, ami meg én lepődtem meg, hogy amikor azt mondja a csávó, hogy de az egyiket vezetheted, akkor azt mondja, ja, akkor jó, akkor spárgázom. Hagyjál már. Ja, hogy ő vezeti? Igen. De hát hogy tudná egyszerre vezetni? Utána. Meg ja, utána. Hát, megcsinál, azt ja, mondja, de nem, az nyilván kamu, hát ez nem így megy. Hát ez, hogy a kamera előtt mondjál az mit sem sejtő Van Damme-nak, hogy mi lesz a reklám koncepciója, és akkor Van Damme hirtelen rácsodálkozik, hogy na de mit kéne még csinálni? Spárgát? Na de spárgázni. Hát de miért pont? Igen, az valószínűleg nem így ment. Állítólag az van, hogy egy kötél volt a két kamion között, amire ő deréknál föl volt kötve, hogy ha mégis leesne, akkor azért ne essen a kamionok alá, és ezt kivették később digitálisan. Uh-huh. Ennyi van a reklámban. Ettől független szenzációs. Az ötlet nagyon. Nagyon nagy. Hát meg mindenki erről beszélt, tényleg. És azért az a, mondom, most már 30 fölött van jóval, 30 millió fölött a nézettsége a videón, az se gyenge. És hát ha most kamiont vennék, csak ezt. Ugye? Én kettő.
De mi tudod, hogy mi van ebben a kamionban? Tehát kiderül a reklámba egyébként ki? A valami tolatás. Igen, egy ilyen elektronika. Igen. Mondjuk, ha így tolatsz nyergessel, hogy meg sem mozdul a feneke, azért az nagy teljesítmény. Az nagy teljesítmény. Na, szoktatok internetről rendelni? Igen. Hogyne. Igen? Legjobb. Bizony. Semmit nem csinálsz, otthon vagy, beütöd, bankkártya, beütöd a hosszú számot, beütöd a kis három, milyen CVS, vagy valami ilyen szám hátulról, be kell adni a dátumot, a lejárati dátumot, pittyeg a telefonod, levonták a pénzt, s várod a csomagot. Szerintem marha jó. Tök korrekt. Szerintem nagyon. Karácsony előtt például, ha szeretnéd elkerülni ezt, hogy boltba mész, lögdösnek, mot viszi el előtted, a legjobb dolog. Hát meg ha hozzá szeretnél jutni a speckó termékekhez, amiket Magyarországon nem lehet megvásárolni. Ja, hogy külföldi rendelést. Na, én azzal már óvatosabb vagyok. Külföldivel? Mert a magyar cégtől rendelsz, azért mégiscsak itt van, mégiscsak beszélnek magyarul, mégis nyomon követhetőbb, itthon van a bankod, itthon van, akitől rendeltél most meg, Kuala Lumpurból rendelsz egy nagyon jó minőségű nem tudom mit, hát azt te sose fogod megkapni. Hmm. Érted? Mert biztos van, hogy mindenki korrekt külföldön is, kivéve aki nem. Tehát de aki át akar téged verni Kuala Lumpurból, hát úgy teszi meg, hogy öröm nézni. Hát igen, ennél egy picit ez bonyolultabb, hát ha te komoly oldalról vásárolsz, akkor ott olyan dolgot tudsz írni, amivel akár ki is tudod tiltani. Tehát, hogy azért az egy picit nehezebb. Aha. Úgy. Igen. Vannak ilyen? Van ilyen, de persze. Mi a biztosíték például? Hát a biztosíték nyilván az, hogy egy olyan rendszeren keresztül fizetsz, amikor te már csak megkaptad az árut és elégedett vagy az áruval, tehát ez egy nagy biztosíték az internetes rendelésnek, meg hát ott ezeket a véleményeket, meg ezeket a fórumokat nagyon komolyan veszik, és ha te ezt lehúzod, vagy kiosztod, akkor ő nem is biztos, hogy tud többet eladni. Aha. Tehát ez már azért egészen jól ki van találva. Megadod az összes kártyaadatot külföldre, ezt én nem szívesebben. Ugyanakkor például, ha mi megyünk utazni, akkor én mindent interneten intézek, és a külföldi szállodának megadom. Meg tudod, hogy van egy olyan opció, hogy mondjuk legyen egy olyan alszámlád, ugye a csomagodon, a száma csomagodon belül, ahova először átutalod azt az összeget, amiből szeretnél vásárolni az interneten, és akkor csak ahhoz fér hozzá. Az, aki és leemeli. És nem tudja elvinni az összes pénzet. Ennyi. Például. És hogyha mondjuk adott esetben, tényleg nehogy Isten, valami átverésről van szó, vagy tényleg lehúznak és nem küldenek semmit, akkor az a pénz elveszed, de az összes többi ez nem fér hozzá. Igen, de figyeli a NAV ezeket a csomagokat, azt tudjátok? Hogy nem tudsz akármit rendelni? Azt hallottam, és ez nagyon durva. Bizonyám. Tehát, hogy figyeli az a NAV, mert van, amikor mondjuk vám is adómentes, de van, amikor egy bizonyos összeghatár fölött neked már mondjuk vámmentes, de áfa terheli. És akkor, ha ezt a NAV észreveszi, hogy te nem fizetted be az áfát, akkor utána szépen megérkezik, hogy a postai küldeményed után fizessél be mondjuk 27% áfát. Ráadásul át is világítják a csomagot, én nagyon sokat rendel a Wiki interneten én ezt, azt van, amikor kibontják. Hogy most a NAV vagy a posta, azt nem tudom. Ezt nagyon sokszor kapunk olyat, hogy ki van bontva a csomag. Azért az necces. Azért az fura, nem? Az necces. Tehát valami olyasmit mondtak, hogy a gyanús csomagokat. A gyanús csomagokat átvilágítják. Kibontják. Vagy kibontják, kibontják. Igen. Na most, hát, tehát hogy mi alapján válik gyanús egy csomag? Tehát például egy ruhaneműnél, hogy amikor a Wiki rendel magának valamilyen ruhaneműt, azért ott azt mondjuk egy átvilágítás során elég nehéz megállapítani, hogy az valamilyen prémium márka, vagy valamilyen egyszerűbb. De most nem mindegy, mi közenek. Nem mindegy. Miért nem? Hát azért nem mindegy, mert a prémium márka nyilván irgalmatlan sokba kerül, de és 3000 forintot ebből kifolyólag. Az jelzi, vagy 300 000-et a NAV nem tudhatja, hogy te mennyit fizettél érte. Hát dehogy nem. Vagy hogy mennyi a valódi érték annak a termék. Igen, csak ugye ott van a ravasság, hogy az uniós tagállamon belül, vagy az unión kívülről rendeled-e. Mert nem mindegy, hogy mennyit kell még pluszban fizetned. Ugyanis úgy van, hogyha az uniós tagállamból rendeled, akkor nem kell vámot is adót fizetni. Mert az belföldi forgalomnak számít. Ha az EU-n kívül rendeled, akkor pedig már meghatározzák, hogy mennyit kell fizetni. És te hiába rendelsz, amit EU-n belülről, ha az közben nem tudom, Japánból vagy akárhonnan adták föl, akkor azt a NAV megnézi. Átvilágítja, berakják egy ilyen kis röntgenbe, most és megnézi. Most már mondjuk kíváncsi vagyok, hogy miket szoktatok ti rendelgetni, hogy fölbontják, megnézik, átvilágítják. Meséljetek nem tudom, csak. Hogy ez, nem tudom. Meséljetek csak. Nem tudom, hogy ez egyfajta postai kíváncsiság-e, vagy a NAV nézi a csomagokat, de régebben nagyon sokszor jött olyan, hogy ki volt bontva. Most ez persze az is lehet, hogy postai kíváncsiság, nem tudom. Aha, de nem rendeltek Sebestyéni. Vagy nem jó érzés, amikor úgy kapsz meg egy csomagot, tudod, valami 2-3 000 forintos kis apróságot, tettem nagy dolgokat, hogy közben pedig valaki belekukkod. Hogy ha NAV tette, hát akkor nekik ez a kötelesség. Most mit keres? Kicsi. Tovább. Hogy mit egy keres? Egy NAV nyilván nem mondja, kérem, berak a röntgenbe, nem? Ja, de mit keres a NAV a postán? Mert ő, a NAV, ő a bankkártya forgalmadat láthatja. Vagy a Magyar Postának jelenteni kell a NAV felé? Ha
hogy ez már jogos a kérdés. Viktóriának ez az ötödik csomagja ebben az évben Franciaországból, és mindegyikre rá volt írva, hogy Canel. Nem, hát gondolom a NAV nem a postán van. Tehát az ott nem ül minden postán egy deptéria, vagy egy NAV-os alkalmazott, hanem amikor megérkezik repülővel a szállítmány, akkor a szúrópróba szerűen nyilván a repülőtéren átellenőrzik. Tehát azt kevésbé tudnám elképzelni, hogy kiskoalasi postán ül kettő darab NAV-os. Csomag jött, Jutka! Iskolálod ezt a kávét, hadd igyam meg! Jutka megy és átvilágítja, mert ott a postán van mindenhol egy NAV-os dolgozó. És akkor bemennek így feketében, kamurai benekben, és akkor kérem lépjen hátra a futószalagtól, megnézzük ezt a gyanús csomagot. Igen, tehát hogy szerintem ők ezt a reptéren világítják át. De hogy már egy jó ízűt se tudsz rendelni ugye az internetről valami extra bizarr dolgot, hogy valaki ne kukkoljon bele. Viszont valaki ne nézze meg. Azért érdekes, hogyha ők mondjuk a repülőtéren kibontják ezt a csomagot, mert amikor beérkezik a postára, a postán pedig azt fogják ugye konstatálni, hogy fel volt bontva a csomag, és ezt jelzik is. A csomag felbontva, sérülten érkezett. És igen, de majd meg. De a NAV jelez neked, hogy ők fölbontották. Tehát ők szólnak, hogy mi egy vizsgálatra került a csomag, és akkor ezután, vagy fizessél be, nem tudom, ennyi vagy ennyi áfát. Mi bontottuk fel, valóban nálunk vannak a Metallica CD-k. Vagy vámot. Igen. még vizsgáljuk őket. Ugye az összekhatárok miatt nem mindegy, hogy hol fizetsz vámot, vagy hol fizetsz vámot és áfát, vagy csak áfát. Kezdjetek el bizarr szexuális kiegészítőket rendelni, ahogy mikor jelenik hogy meg az újságban. Kezdjünk el, hát folytassunk. Ja. Igen. Szóval azt akarod, hogy ne álljunk levele? Ne riasszol meg bennünket az, hogy eddig minden ilyen eszközt kibontott valaki? Nagyobb mennyiségben rendeljünk be, a kedvedik? De én most csak kíváncsiságból kérdezem, hogyha egy postai alkalmazott vagyok. De nem akarom most a postát bántani. Nem a postáról szól ez a dolog. Csak mind alkalmazottról. És valamit megfog, és valamit kíváncsi, hát azért biztos van olyan, vagy volt olyan régen. Nincs? Nincs. Nincs ilyen. Nincs ilyen? Nincs. A postásnak szent a csomag? Nincs. Mi? Hát ez teljesen egyértelmű. Nincs ilyen. Abban a pillanatban, ahogy kidülön, még a gyanúnak az árnyak és rávetődik bármilyen. Postai alkalmazott, az repül. Emberek dolgoznak ott, emberi kíváncsiság van bennük, szerintem. Tehát ha én ott dolgoznék, bármikor meg tudom ideologizálni, hogy miért bontottam ki a Balázs csomagját. Nincs ilyen, sérülhet esetleg, de olyan nincs, hogy valaki kibontja. Aha. Tehát, és mi a sérülés? Mert mi kaptunk úgy a múltkor csomagot, hogy konkrétan le volt vágva a teteje. Azért az mechanikai sérülésnek erős, nem? Beszorult a repülőgép alá. Ez ritka mondom, ez 100-ból ejtett. Nem ezért mondom. Csak te soha nem estél kísértésbe, amikor postán dolgoztál, és kézbesítettél valamit, hogy legalább a nap felé tartsd, és megnézd, hogy mi van benne. Vagy mentél az utcán, és így fölemelted. Nem, eleve mondjuk én nem csomagos voltam, én leveles postás voltam, tehát, hogy nálunk ilyesmi nincsen, de természetesen nem. Abban a pillanatban repülsz. Abban a pillanatban repülsz, és ráadásul soha sehol másik postán te nem helyezkedhetsz el. Azután, hogy kiderült, hogy adott esetben... Tehát akkor te leszel a bontós Pista? Vagy a bontós Jani? Tehát rágyomják ezt a végen? Igen. Nem volt ilyen. Olyan kíváncsi lennék, hogy emberek miket rendelnek külföldről, nem? Hogy amikor ott a NAV-os áll a reptéren, és itt tolja be a röntgenbe a ezeket a cuccokat, hogy mik jöhetnek. Most a táska, persze nyilván mindenkit, de hogy azért biztos, hogy megérkezik egy-két olyan dolog, amit állnak, így vakarják a fejüket, és nagyon nem tudják hova tenni, hogy az hát, mi lehet. Én megdöbbentem, hogy iszonyatosan profik. Tehát amikor, most legutoljára voltunk ezen a repülőtéri futóversenyen, és akkor is ott átmentek mindenféle csomag, és egy-egyben ugyanazt az ellenőrzést kellett, vagy hajtották végre rajtunk, mint amikor bármilyen becsekkolásnál repülőgépre szállsz fel. És az ember olyanokat megmondta, hogy ránéztem a képen, és nekem csak egy ilyen iszonyatos kavalkád volt, ilyen minden volt, tényleg. Tehát, hogy semmit nem tudtam értelmezni. Ránézett az ember, és akkor már is mondta, ez egy tubus, nyilván valamilyen krém van benne, ez itt egy kocsomag. Amikor átvilágították a csomagot? Igen. Uh-huh. És mindent végigmondott. Hihetetlenül profik. Tehát, hogy aminél már ők is vakarják a fejüket, az már valami nagy történhet lehet. Amit már ők se tudnak hova tenni, nem? Hogy na, mi a akkor fene viszont van abban? Biztos, hogy felbontják. Szinte biztos. És akkor, ha tévednek, akkor átteszik egy másik borítékba? Vagy ha valami olyan, amivel nem tudnak hova tenni? Azt ők által ugyanúgy nyilván jegyzőkönyvezik, szépen leragasztják, kap egy kis templit, vagy valamilyen pecsétet, és akkor úgy kapod majd meg a csomagot, hogy ők jelezték, hogy ők bontották fel. Igen, azt nekik utána hozzá kell csatolni, hogy a NAV kíváncsiságból belenézett, hogy ebben vajon mi van.
Na mindegy. Hallottátok ezt a beszakadt autót? Jaj, de ijesztő. Mi van ilyenkor, amikor beszakad az autód? Ezt hogy kell elképzelni, hogy mész és csipogtatod a riasztódat, és nem találod az autódat? De, illetve ha valami felvillan valami, de nem abban a magasságban, ahogy várod. Ilyenkor kifizet? Vagy ide ez hogy van? Ide álltam tegnap, hol a büdös francban, akkor csak elloptál. Itt mi az a kráter? Ott ugye valaki nem tudná, a 8. kerületben beszakadt az aszfalt az autó alatt, és egy autó egy-egybe eltűnt. Valami régi vízvezeték ugye eltört alatta, alámosta az aszfaltot. Kicsit alámosta, igen. És aztán egy kicsit megfáradt. Mit szeretné fizettetni, kivel? Milyen jogon? Hogy milyen jogon? De te most ha nekem mondjuk nincs biztosítás kérdez. Az autómon. Akkor hellóka. De miért? Hát mi az, hogy miért? Nem ment beléd senki, ugye? Igen. Tehát nem baleset történt. Leálltál a mélygarázsban, nem történt semmi. Nem baleset történt. Igen. Tehát nem tudsz mást hibáztatni. Ugye a kötelező felelősség az akkor, ha más. Az azért van, igen. Te is fizeted, és én is. Én beléd megyek, akkor én kifizetem neked a károdat. A verzió. Kész. B verzió. Igen. Ott állsz, rádomlik az épület már az autóra. Igen. Az épületet beperelheted. Ez egy természeti katasztrófa. Na de akkor ez azt jelenti, hogy ez nem egy buzgár. Hát, nem, érted, ki mosta? Termálforrás. De ez azt jelenti, hogy ennek az embernek nem volt kaszkó. Akkor nincs autója. Akkor nem vállalja valaki a felelősséget, hogy ő szabályosan leparkolt egyébként, és ez csak beszakadt alatta az út. Nem mondjátok hát, már, figyelj, nem utat, lehet. Az utast, az utat készítőt nem tud hibáztatni. Ő tökéletesen megcsinált az aszfaltot. Nem miatta szakadt be. Az alatta lévő víznyomó cső, ami kimosta a földet, hát akkor a vízműveket elkezdett perelni, hogy ne? Rossz volt. Hát és gondold, de van egy 3 millió forintos autód. Te szabályosan leparkolsz valahova. Mész reggel, és ezt csak beszakad az út úgy, hogy te nem csináltál az ég egyet a világos, amit nem fölhajtottál valahova, nem összetörted, nem neki mentél. Nincs meg az autód, beszakad. Hát persze, hogy perelek. Hát akkor megtám a közútkezelőt, vagy a vízműveket, vagy valahát valaki mondom, csak kifizeti. A közútkezelő azt mondja, hogy ők megcsertek az aszfaltot, nem hibáztak, nem miattuk szakad be. Igen. A vízműveket elméletileg meg tudod piszkálgatni, uh-huh. De hát hány ilyen ő azt mondja, hogy az alvállalkozó. Az alvállalkozó meg azt mondta, hogy ezt az utcát nem ilyen forgalomra szabták, és az autók, az elhadó autóknak a rezgései sokkal hamarabb fárasztották el azt a bizonyos vízvezetéket. Vagy nagyon régi vízvezetékről ezt van szó. A századforduló idején építették még. Ezek a vízvezetékek 50 éves vízvezetékek. Menjen ki a Kerepesi úti temetőbe, ott pereljen, mert már ott vannak. Na de azokat a csöveket a vízműnek azért kötelessége valamilyen szinten rendbe tartani. Most gondolod, de 4-5 millió forintos autó, ez csak beszakad, és senki nem fizet. Nem lehet, szerintem a vízművek, én nem láttam csak képekben, tehát nem olvastam, hogy ki mit nyilatkozott, de valószínűleg a vízműveknek azért, hát ha másnak nem a közútkezelők, valakinek állni kell a számlát. Fogsz egy darut, önköltségen egyébként kiemelteted az autódat. És elviszed a roncstelepre. Lerakod és elviszed a roncstelepre, mert alattad beszakadt az autó. Nem, hogy az, van ez? Azt szerintem kiemelik, tehát hogy azért nem kell fizetned, hogy kiemelik. Na, és az jó felség. És még te lehet, hogy le is fújják róla. Igazi jó felség az, hogy leaszfaltozták az autót. Most már legalább nem szakadt tovább. Szóval veled vagyok a dologban, szeretném én is, ha ennek az embernek kártétés lenne, biztos vagyok benne, hogy egy fillért nem fog kapni. Egy fillért nem fog kapni, mert nem megállapítható az, hogy ki okozott kárt. Azt mondhatod, hogy a vízművek, csak érted, azt fogják mondani, elnézést, uram, az egy 70 évvel ezelőtt lefektetett főnyomócső. Így van. Hát hány ilyen van a városban, hogy áttöri, beszakad, izé, bocsi. Na de ne legyen már ez olyan természetes, hogy eltűnik az autód egy gödörben, egy árokban, nem? Hát nem az. Mert ha állnak a tűzoltók, mint a sok évvel ezelőtt az a nő, aki nem hitt el, hogy ez egy buzgárat feltört, és vagy 8 méteres áthajtok rajta. Áthajtok, és beleállt fejjel a gödörben, az oké. De hát itt semmit nem csinálni, kiszálltál a kocsitból, és reggelre elnyelte a föld. Milyen, mikor mész ki egy gyerekkel, nem? Hogy viszed őket az iskolába, lemész a kocsitól. Srácok! És benne van a földben az autó. Igen, mondjuk a nagyon meglepetés csak az lett volna, hogy valaki odaáll. Mert látja, hogy szabadott egy parkolóhely. Az anyád, ez mindig foglalt szokott. Kíváncsi vagyok ilyenkor, hogy mennyi idő alatt jut el a károsulthoz a pénz. Tehát neked pereskedned kell a fővárossal, vagy a vízművek bepereli a főváros, vagy a főváros a vízműveket, akkor aki azt megy, tehát lehet, hogy te neked totál káros lett a kocsid, és mondjuk évek betelik, mire azt mondjuk te meg tudod kapni, még akkor is, ha mondjuk a vízmű azt mondja, vagy a vízmű biztosítója, hogy gyerekek, hát ez természetesen ezt mi vállaljuk. Uh-huh. Tehát lehet, hogy hónapokig, vagy akár egy fél évig nincs autód, az, mert neked elnyelte a föld, hát ez, hogy van ez? Á, de akkor legalább, ha a vízművek már ezt mondja, hogy kifizeti, vagy bárki ezt mondja, hogy kifizeti a kárt, akkor legalább már látod a fényt az alagút végén, hogy egy biztos egy hónap, mire átutalják, de akkor karácsonyra lesz új autód. Nem tudom, hogy így van-e, hogy fizetnek.
de én ezen nem csodálkoznék, ha nem lenne gazdája ennek a luknak. Tehát akkor ott tartunk, hogy Budapesten mindig, ha meg leparkolsz valahol, akkor meg kell kérdezni egy ott lakót, hogy volt az utcában valamikor felújították a csöveket, aranyom ide, ne álljon, mert itt 30 éve erre autó se jött. Megállsz be még a parkolóhelyre, oda mész és ugrálsz. Hozol pár megnézed, hogy... Igen, pár gyalogost hozol, még ugráljunk egyet. Igen, masszívnak tűnik, anya. Igen, az én autóm majd két és fél tonna. Ja, hát azért igen. Kicsit félbe parkolok azóta, mióta láttam. Mindig így körbenézek, van-e más autó, esetleg volt-e ott valami járda vagy útfelújítás. Ha friss a beton, akkor nyilván alatta is csináltak valamit. Aha. Akkor nem kell félni. Az megbízható egyébként szerintem, az egy megbízható teszt. Tehát amikor majd azt látod a belvárosban, hogy két-három autó is vár, és mindannyian téged néznek, nem autogramkártyát akarnak, hanem azt az egyetlen biztonságos parkolóhelyet, ahonnan te majd elállsz a két tonnás autóval, és ők biztos, hogy meg fognak tudni ott állni úgy, hogy nem lesz semmi baj. Na most addig én például kapok csere autót? Tehát nekem például a munkaeszközöm az autó. Aha. Mondjuk a vízművek fizet. Többen írják, hogy a tegnap a vízművek szóval nyilatkozott, hogy fizet. Rendben van, ez tök korrekt. De mondjuk két hónap a procedúra. Én két hónapig ott maradok autó nélkül. Mert beszakadt az autó, ártatlan vagyok, akkor így kapok csere autót. Vagy mondjuk, ha én területi képviselő vagyok, micsoda? Egy vízműveket szerelő kocsi. Vízműv. Anya, megvan az új autó. Csak így leparkozik. Szépen megállsz így vele. Hogy, na, még nekem munkaeszközöm az autó. Csak azért kérdezem, mert tényleg bárki járhat így, és azért ez fontos, és te mondjuk nem tudod ellátni a saját munkádat, és mondjuk két vagy három hónapig te nem kapsz fizetést, vagy esetleg kirúgnak. Hát azért ezek fontos dolgok, hogy ilyenkor ők biztosítanak valamit csereautót. Mert mire ezt te megcsináltatod, mire kifizetik, mire átutalják, mire megjön, mire a biztosító? Hát azért ismerve a magyar bürokráciát, ez nem két hosszú nap. Lesz. Az hosszú lesz, nem? Szerintem gyorsabban fizetnek ők ennél. Nem hiszem, hogy két-három hónapig. Csereautót ők nem tudnak biztosítani. De nincs, hogy addig a vízművek sofőrje visz mind, és felkapaszkodhatok mindig egy elajtos kocsira, vagy egy ilyen vízműves autóra. Tehát addig ingyen szállít a vízmű engem és a családomat, és mehetek vízműves autókkal. Utcamosó autó. A kis sárga. Igen. Na, és ott fogsz oldalt kapaszkodni. Itt jó, leszállok. Igen. Azért az menő egy vízműves autóval bemenni dolgozni. Tudjuk, hogy kinek volt ez az autója? Hogy hány gyerekes volt, vagy hogy semmi, nem szólt róla a hír, hogy ki volt ő? Mi van, ha benne ülök, és úgy szakadok be? Legalább van szemtanú, nem? Hát akkor reméljük, hogy van térerő, meg nincsen lemerülve a telefonon. Azért ez milyen a feleségére adott, hogy ott hagyod ki, kiszállsz a gyógyszertárba, beugrasz gyorsan. Anya. Nem az ügyeletes gyógyszertárs vízfész, és ott ül a nejedben. Sok mindent nem tudsz csinálni. Ha van mondjuk napfénytetőd nyitható, akkor mákod van, megúsztad, vagy hogyha ki tudod vágni magad a hátsó ülésen keresztül a csomagtartóba. Igen, tényleg, hát nem is tudsz kiszállni. Ja, hát hogy szállsz ki? Hát elől a szélvédőt, ha kidugod, akkor ott ki tudsz jönni. Oldalt nem, az ajtókon nem. Nem kérünk a vízművektől egy ilyen veszélyes terület? Hát ők nyilván tudják, hogy hol vannak a neuralgikus pontok Budapesten. Legalább mondják meg, hogy a következő hónapokban hova ne parkoljanak, kedves autós, nem? Parkolás csak saját felelősségre. Hát mondják meg, hogy 8. kerület, ez az utca, 30 éve nem nyúltunk hozzá, 6. kerület, ide mi sem mennénk, ez nagyon meleg. Vörös zóna, itt mi se hagyjuk a saját autókat, hát segítsen ennyivel a vízművek. Figyeld a vízműveges autókat, ahova ők állnak, ott gond nem lehet. Igen, állj be utána. Ennyi. De azért képzeljétek el tényleg, amikor este jössz haza, már teljesen le vagy pukkam, a fáradt vagy, és akkor egyszer csak eltűnsz az autóval együtt, és ez a rohadt életben, akkor a felkőrendőr, és nyitott ki az ajtót, és mi van, beszorult ez az? Én ebben az országban még azt is el tudom képzelni, hogy jött a parkolóőr, benézett, látta a rendszámot, megnézte az izét, azt mondta, az anyádat, te se fizettél dögőjébe, kinyomtatta az izét, KIF 618, bemászott, rátette a piros cseket, kimászott és ment tovább. Elhiszed, még lehet, hogy meg is büntették? Jöttek, kiemelték, felrakták a kelégrincset és visszaengedték. Simán, egész biztos vagyok benne. Legalább egy piros cetit kapott, legalább egy kerékbilincset kapott, tehát ez tuti. Hogy még két büntetés be is gyűjtött. Na mindegy, van a vízműveknek szóvivője? Mindenkinek hallgatnak minket? Van, de jó. Már nagyon akarnak megszólalni? Meg kíváncsiak vagyunk egyébként, meghallgatnánk őket két mondatban, hogy mit mondanak. Nyugodtan. 555-55-00 ez a telefonszámunk. 7:30 múlt pontosan, 4 perccel jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:48 múlt pontosan, 1 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt. Nincs dugó a Hungárián az Árpád híd felé a Rejter-Ferenc utcánál. Ez ebben a pillanatban futott be. Köszönjük szépen. És kamion az árokban, az M3-ason a Mezőkövesdi lehajtó előtt a műszaki mentés most kezdődik. 30 percet késnek a 60-i vonalon a vonatok, bár a késés okáról és a vonat érkezésének idejéről nem lehet tudni semmit. 5 percenként mondják be, hogy 5 perc múlva érkezik. Jó. Ezt
közröhely tárgya már a már. Tehát tényleg, amit csinálnak, elképesztő. Na, ugye a beszakadt autóról beszélgettünk, és azért érdekes a dolog, mert tényleg bárki járhat így, hogy ez hogy van, mi történik ilyenkor, ugye a napokban lehetett hallani, hogy a 8. kerületben egyszer csak megnyílt a föld, és egy ártatlan autósnak beszakadt az autója. Mint kiderült, azóta a vízmű már elzárta a vezetéket, ugye hát egy ilyen csőtörés volt, alá most a beszakadt, és a vízmű szóvője nyilatkozott, hogy a vízmű biztosítója fizet. De mi ennek ellenére azért arról beszélgettünk, hogy mennyi idő, míg amikor az ember pénzt kap ilyenkor, mi van, ha rád szakad egy fa, amit mondjuk nem vágtak le rendesen, vagy homlokzatról valamit. Homlokzatról valami leomlik, tehát mit tehetsz ilyenkor, amikor ugye nem mondjuk egy esőkár van, vagy egy nem tudom, jégeső, hanem olyan dolog, amiről elvileg tehet valaki. Hogy ilyenkor kifizet, kinek fizet, és ráadásul mennyi idő alatt fizet. Hát sok embernek a munkaeszköze az autó. Itt van velünk Hávori László, jó reggelt, hello Laci. Jó reggelt kívánok, szervusztok, mindenkinek, sziasztok. De a gépjármű károsultak országos szövetségének elnöke vagy ráadásul? Pontosan, jól mondta Balázs. Elnök úr. Kérem, hogy ezt nem mondjátok ennyire hivatalosan, mert zavarba hoztok. Na, Laci, hallgattad, hogy miről beszéltünk? Hallgattam, igen, és hát ez egy nagyon érdekes és nem mindennapos téma. Tehát mindenféleképpen első nekifutásra azt ajánlom a jármű tulajdonosának, hogy vetesse fel a kárt. Tehát nézesse meg a biztosítójával, ilyen esetben a saját kötelező biztosítót kell fordulni kárfelmérés céljából. Tehát ez a legelső, amit megtehet. És ez a legfontosabb is. Ezek után jön a további lépés. Hál' Istennek, hogy a vízmű volt olyan kedélyes, és ugye már nagy nyilvánosság előtt elismerte a felelősségét, ez egy picit könnyíti az ügyet. De nem hiszem, hogy le is fogja rövidíteni. De bárcsak legyen rossz a megérzésem, amit most mondok, én abból indulok ki, amivel minden nap foglalkozom. Most is éppen az egyik bíróság kapuján előtt várakozom, hogy egy ilyen kártétési ügyben bebocsájtatni helyek, ugye mert 8 órától lehet csak belépni a bírósági épületekbe. És hát a gyakorlat és a tapasztalat azt mondhatja velem, hogy ez egy bizony-bizony nem egy-két hetes ügyek. Mennyi idő alatt zajlik le egy ilyen ügy körülbelül? Én leginkább ezt a kátyukárokhoz tudnám hasonlítani, ezt az esetet. És azt kell mondanom, hogy ha az átlagot nézem, akkor egy körülbelül egy év, mire ebből kézzelfoghatóan ugye pénz lesz. Én erről beszéltem, szerintem se rövid történet ez. Igen, ezek egyik se rövid történet, hiszen ilyenkor ugye az alperes, ugye az éppenséggel az útkezelő, vagy jelen esetben a vízművek, ugye próbálja mindenféleképpen a kárösszeg kifizetését ugye lefelé tolni. Csak kiperel ki, tehát én beperelem a vízműt, a vízmű a közútkezelőt, és akkor esetben, egyszerűbben lehet ezt megfogalmazni, minden esetben a károsult pereli a kár okozót. Uh-huh. Ugye aki okozta a kárt, ugye aki jogellenesen kárt okoz, ugye az köteles azt megtéríteni. Ez alól van kivétel, amikor gépjárművek ütköznek, amit nagyon jól feszegetett itt az egyik kollégád, a Feri, hogy igen, amikor a gépjárművek ütköznek, az az egyszerűbbik eset, ilyenkor lehet az okozónak a felelősségbiztosítóját közvetlenül perelni. Jelen esetben ugye a kár okozót kell perelni, és a kár okozónak nagy valószínűséggel ugye van felelősségbiztosítása, mint ahogy most is kiderült, hogy a vízműveknek is van. Arra az egy évre, amíg zajlik a pereskedés, és kifizetik, én bérelek egy autót, mert én abból élek, hogy autóval járok, azt kifizettethetem most a jelen esetben a vízművekkel? Erre nincsen jogszabály, szabályozás, tehát ez nem ilyen egyszerű. Általában, ugye mondhatjuk, én nagyon-nagyon szinte nagy bizonyosságot kívánok állítani, hogy egy ilyen autón beesik egy ilyen gödörbe, a totálkár gyanús. Amikor egy autó totálkárossá válik, akkor általában a bírósági gyakorlat 30 napra, tehát hangsúlyozom, a gyakorlat szerint 30 napra tudnak bérautót biztosítani, ugye azzal, hogy az ítéletben ezt megítélik, és jóvá hagyják, hogy ez jár az ügyfélnek. De volt ettől már eltérő eset is, amikor különösen érdekes és nagyon különösen fontos munkahelye volt a károsultnak, ami mindennapos gépkocsi használatot igényelt, de hangsúlyozom, ezeket mind igazolni akkor, kell. Akkor ez nem elég a bemondás. Nem elég a bemondás. Akkor hány hónapig fizették az autót? Kettőig? Három hónapról. Tudok, én a leghosszabb időszak az én praktikomban a leghosszabb időszak. Egyébként ilyenkor miért nem úgy zajlik, hogy a vízmű fizet, és utána a vízmű majd levívja ezt a saját biztosítójával, vagy a közútkezelővel, tehát hogy miért? A jogszabályok nem adnak lehetőséget, ez nem így van. Tehát ezt hangsúlyozom,
szabályozva van, hogy ennek mi a menete. Aha. Hát igen, ez lenne, ez lenne a jó, ugye, hogy azt mondja a vízmű, egyébként nagyon korrekten mondták, hogy természetesen megtérítik, nyilván ez nem azt jelenti, hogy egy hét alatt, hogy mi kifizetjük, és aztán mi vagy a saját biztosítónkkal, vagy a közútkezel, vagy valakivel ezt majd levívjuk, de nyilván hát az autó ugye miattunk esetben. Megteheti a vízmű, hangsúlyozom, megteheti, ezt nem tiltja a törvény, megteheti, de én ilyen példában még nem találkoztam be, valami őszintén. Tehát ez egy olyan nagyfokú gavallér gesztus lenne a vízművektől, ami szerintem jót tenne az imidzsüknek. Én most ezúton is sarkalom őket erre ennél a konkrét példánál, hogy tegyék ezt meg, de hogy megelőlegeznek egy összeget ennek a károsultnak, de kicsi esélyt látok rá, bevallom őszintén. Igen, szükség lenne egy ilyen jogszabályra, ami azt mondja ki, hogy ha a károkozó elismeri a felelősségét az ügyben, akkor egy hónapon belül meg kell téríteni a kárt, mondjuk. Hát lehetne itt ragozni, hogy hogyan lehetne a jogszabályokat ez ügyben változtatgatni. Egyelőre erre kicsi az esély, mert a jogalkotóknak most legkisebb gondjuk is nagyobb annál, hogy ezzel foglalkozzanak. Ugye ezt tudjuk nagyon jó, hogy most legjobban a deviza hitelesekkel kapcsolatban jogszabályokon törik a fejüket, de hangsúlyozom, igen, én is tudnék mondani nem is egyet, amin változtatni kellene. Egyelőre erre most kicsi az esély a közeljövőben. Hát szegények, mondjuk a vízmű korrekt volt, hát elismerték, tehát ez bárkivel megtörtént, azért fontos erről beszélni. Ez egy nagyon korrekt lépés volt, igen. Ez egy nagyon korrekt lépés volt, de szeretném ezt írásban is látni majd. Laci, köszönjük szépen. Nagyon szívesen állok a rendelkezésre, örülök, hogy hívtatok. Ha beszakad az autónk, akkor keressünk úgyis. Bármilyen kárügyel mindenkinek állunk rendelkezésére, ezért vagyunk, hogy tanácsolókat adjunk a károsultaknak. Erőt, egészséget, elnök úr! Szép napot! Elnök, elnök további jó munkát! Szevasztok! Egészséget! Hámori Lászlóval beszélgettünk. Igen, na, hát ez jó. Tehát akkor van jogorvoslatra segítség, vagy lehetőség, hogy jogsegélyre. Ugye a gépjármű károsultak országos szövetségével érdemes felvenni a kapcsolatot. De ahogy az ember ezt ilyenkor érzi, ez nem kettő perc alatt érkezik meg a számládra a pénz, igen. Na jó van. Megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Azt írja, hogy azon se csodálkoznék, ha a kocsi tulajdonosa fizetne majd, mivel nehéz volt a kocsi, beszakadt az aszfalt, és a vízvezetéket is tönkretette. Tibi írta ezt nekünk, szellemes, igen. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, szervusztok! Hello, Attila! Jó reggelt! Jó reggelt! Attila, honnan hívsz minket? Én jelenleg Üllőn vagyok. Üllőn. Egyedül játszol? Igen, egyedül. Egyedül. Jól van. Oké. Okay. Micsit dolgozol, vagy mit csinálsz? Igen, teljes gőzzel dolgozom. Mit? És pedig? Egy gyors gépkocsi szervizbe autókat veszelek, szerelek. Autókat szerez. És milyen munkafázisban vagy éppen? Van itt egy vizes autó, amit egy gödörbe húztak ki, azt hozzuk. Igen. Olvassuk, vagy szárítsuk. Adjuk el, az mindenképp. Figyelj, Attila, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni. Mutatjuk. Stoppol, Beru néni, stoppol. Megfejthetetlen, igen. Mutatjuk, hogy mit énekelnek. Jézus Isten. Jézus anyja. Igen, ez nem tűnik könnyűnek. Főleg, hogy általános iskola 5-től föl voltam mentve énekből. Mutassuk még egyszer? Megmutatjuk még egyszer. Igen, kérnem, mit szólsz? Még egyszer. Figyelj. Ez leginkább a lábára ejtett kalapács hangja. Hát nem, ő Beru néni. Most nem Óven bácsi énekel, hanem Beru néni. Atya is, Csabó, már lehet tudni, hogy nő. Figyelj, kiveszünk a sapkát és mutatunk hosszabbat. Mit szólsz? Vagy gondolkoznál még? Nem nagyon. Szerintem is ez elég nehéz. Mutatunk egy hosszabb részletet. Hát ez teljes volt. Nem bírom tovább hallgatni, megőrülök. Megmutassuk az eredetit, Attila? Igen, légy. Figyelj, lehet, hogy be fog ugrani, de még az is biztos, hogy vagy az is lehet, hogy így se. Figyelj. Céline Dion. Yes. Ez kérdezted erre a darra? Minden a Vegasban lép fel. Hát lehet, de én Vegasban ritkán járok. Ha, igen, mi is. Attila, ennek szegény nem volt könnyű. Hát nem egyszerű.
Ez nem, ez egy Celine Dion dal volt. Igen. Ő az az előadó, akit a legritkább esetben hallgatok, csak kétszerben. Vagyunk ezzel így együtt, együtt nem hallgatjuk hiddel. Kanada bosszúja a világ felé a hideg miatt. Csak a Vegasban ne kéne hallgatnunk együtt. Igen. Attila, köszi a játékot! Én is köszönöm. Ciao, hello. Szervusztok, szép napot. Milyen jó, ha ilyen félig kiégett popstár vagy, akkor még mindig van lehetőséged leszerződni a Mirázsal vagy a Bellagio-val, és minden nap nagy estet van, egy saját show, keresem te havi 5 millió dollárt, úgyhogy minden este lenyomsz 2 órát. Hát most csak mondom, szűn nap a szerda. Hogy a levitézlet Celine Dion, azt hiszem 100 millió dollárért mentem az évre. 100 millió. Hát, a tehetségét. Kiszúrták a szemét, rongyos 100 millió dollárral, 300 fellépése Vegasban, hát hihetetlen. Mennyire leadta már ez a Celine Dion. Mondjuk azért nem rossz, ne? Egy jó Blackjack, Celine Dion, azért jó kis választási lehetőség egy estére. Mire visszajövünk a megszólásra? Bekéned a kezed, Jani? Meg leszel? Nem. Most van egy 4 perces hírek, egy 6 perces reklám, és egy 4 perces. Amikor visszajövünk, akkor én is kérnék egy picit. Benyugod, nem, majd átkenek a kezemről. Megterjedt, hogy bruttó 16 alatt bekéred a kezed. 3 perc, pontosan 8 óra jövünk a hírek után. 8 óra múlt pontosan 11 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Az M1-esen Biatorvágynál már 10 kilométeres a sor Győr felé. Kerülni a 100-as úton lehet az outletnél. Rally Driver küldte ezt nekünk. Mit csinál most a Prügyi duó? Hát jó a kérdés, igen, ezt én szoktam kérdezni, de most már kérdezik többen, hogy mit csinálnak most jelen pillanatban. Hát, figyeljetek. Már óra. Órán vannak? Szerintem órán vannak, de tényleg csak, hogy napra készek legyünk. Belőlük felrobbantam azonnal az oldalukra, és megnéztem, augusztus 13-ai a legutóbbi bejegyzés. Sziasztok, nagyon jól telik a nyár, lassan elkezdődik az iskola. Ajajajajaj. Valaki frissítse a Prügyi duó Facebook oldalát, egy picit megvan a csúszva, srácok. Trafi készül a Lehel utca végén Újpest felé, a Selkút előtt, ahogy átmegyünk a vasúti felüljáró alatt. Ez Zoli küldte nekünk. M5-ös kivezetőn dugó van egy koccanás miatt, mikrobusz találkozott személyautóval, üzeni Napos Szabi. Valamint trafi az M5-ös újhartyáni kihajtójánál Szeged felé, ez Zoló küldte nekünk. Köszönjük szépen. M1-es 21-es kilométernél műszaki hibás kamion, leálló és külső sáv zárva, 3 kilométer dugó Biatorbágytól, üzente Norbi. Na. Hát ez van most így jelen pillanatban. Van egy érdekes, nem azt mondom, hogy tesztünk, hanem egy kísérletünk, amiről hát tulajdonképpen azt állítják bizonyos emberek, hogy olcsóbban lehet megúszni a fűtést, mint ugye, ha gázzal fűtenénk. Aha. Nagyon sok embernek okoz gondot az, hogy fűtsön, vagy hogy tüzelőt vásároljon, vagy befizesse a gázszámláját, és ezért az internetet ilyenkor a tél beállta előtt mindig ellepik ilyen különböző trükkös dolgok, hogy mivel lehetne fűteni. Olvastatok ilyeneket, vagy láttatok is ilyeneket? Mindig fűtési tippek, ugye? Hogy lehet, mint lehet fűteni? Hát alternatív. Fölszedni, persze. Ja. Az már nagyon alternatív. Az már nagyon alternatív, igen. Ugye, egy kísérletnek, vagy egy tesztnek a lényege tulajdonképpen annyi, hogy a teszt maga azt mondja, hogy lehet cseréppel és gyertyával bemelegíteni a szobát. Mi, leveszem a cserepet a tetőről, vagy... Igen, leveszed a cserepet a tetőről, és befűtesz vele. De nem azt a cserepet, nem a tetőről, hanem virágcserepet veszel. Virágcserepet veszel, és befűtesz vele. Tehát a virágcserép, gondolom én, a kályha, ugye? Tehát maga az a kályha test, és akkor mivel fűtesz? Gyertyával? Uh-huh. Gyertyával fűtesz, igen. Aha. Hát figyelj, ez akár működhet is. Ha belegondolsz, akkor ez ugyanaz, mint a régi cserépkályha, amit fölraktak a szoba sarkába, ugye mesterember fölépítette, az betüzeltet, és akkor az tartja a hőt. Tehát elméletileg a virágcserép ugyanúgy tarthatja hát a hőt. Hát igen. Ugyanakkor nyilván egy gyertya, vagy egy pár teamécs, és picit gyorsabban ég le, meg kevesebb hőt ad le, mint mondjuk néhány fasább fa, meg briket, meg hasonlók, amikkel egyébként a kályát szoktak fűteni. Hát figyelj, egy te a mécses, azt szerintem egy olyan 3 órán keresztül szokott világítani nálunk, körülbelül, ha jól emlékszem. Ha most egy mécses egy cserébe, akkor 4 mécses. Na, ne rohanjunk egyelőre, még hol vagyunk az okfejtéstől. Hát nézzük meg maga a kísérletet, hogy egyáltalán ez hogy néz ki. Tehát fogsz egy cserepet, lefordítod? Tehát fogsz egy bödönt virágot, azt kiöntöd, lefordítod. Az lesz maga a kályha? Igen, ez a kályha. Tehát az maga a kályha. Mm-hmm. Az fogja neked a szobádat befűteni? Hát ez már innen
Eleve baromságnak tűnik. Eleve nem mindegy az, hogy milyen jellegű cserepet használsz, mert hogyha mondjuk egy olyan hagyományos cserepet használsz, aminek a tetején ott van egy luk, ami ugye egy ilyen túlfolyóként funkcionál öntözésnél, és csak alárakod ugye a teamécséseket, azon a hő gyakorlatilag el is fog távozni. Az ott nem fogja felfűteni a cserepet neked. Tehát, hogy azt a lyukat vagy meg kell szüntetni, vagy pedig két cserepet kell használni. Ha megszünteted a lyukat, akkor elalszik a gyertya. Akkor viszont valamire rá kell tenni, hogy oxigént kapjon, igen, viszont a tetején a lukon keresztül nem menjen el a hő rögtön. Aha. De itt nem az van, hogy a mécsesek föl melegítik magát a cserepet, és a cserép adja le a hő. Igen, de hogyha ott van a tetején az a luk, akkor azon gyakorlatilag el is megy a hő, mert úgy működik majd, mint egy jurtának a kéménye, vagy mit tudom én, kémény nyílása. De a jurtát is fölfűtöd attól, mert van rajta a luk a tetején. Na most a cikk azt mondja, hogy pár száz forintból befűthető a te lakásod. Ugye erre mindenki fölkapja a fejét, hogy jaj, de jó, akkor nem kell majd gázszámlát fizetni. Pár száz forintból te befűtöd a lakásodat. Mi kell ehhez? Maga a virágcserép, amit lefordítasz, és pár darab te a mécses. Aha. És akkor itt lehet elkezdeni matekozni, hogy mi az olcsóbb. Olcsóbban jössz ki néhány te a mécsessel és egy cseréppel, illetve mennyi hőt ad le. Vagy pedig jobb, ha te befizeted a gázszámlát, vagy megpróbálod. Végezzük el ezt a kísérletet, és nézzük meg, hogy jelen pillanatban hány fok van itt a stúdióban, és nézzük meg, hogy egy óra múlva körülbelül hány fok lesz a stúdióban, vagyis elvileg valójában működik ez a kísérlet. Ugye mindenki tudja, hogy hogy néz ki egy ilyen szokásos kis virágcserép, muskátli ki belőle, kettő akár, lefordít, gyertyákat tesz alá, és elkezd égetni. Tudnunk kell, amit itt az előbb elkezdtél majd számolni a kísérlet végére, hogy egy telmécses egy óra alatt vagy egy telmécses hány óra alatt ég le. Ezt Ferének kell majd kiszámolni. Figyelj Feri, ezek a fontos adatok. Már a Feri az előbb elkezdte, de majd most fogunk eljutni oda. Egy százas telmécses mennyibe kerül? Ha egy telmécses három óra alatt ég le, és neked a kísérlethez három telmécsest kell használni, akkor az három óra alatt hármat használsz el, akkor százat hány óra alatt használsz el, mennyibe kerül száz? Illetve mekkora területet tudsz ezzel befűteni. És ugyanez gázárból mennyibe kerül, amivel te befűtesz, így mondjuk van. Egy adott területet, tehát van mit kiszámolni. És hogy hívták, aki a cserepet izé megcsinálta? És mennyi telmécses kell például a szimacsárnok felfűtésére? Igen. Gyerekek, tudjátok, ehhez tök hülye vagyok. Miben mérik ezt? Tehát hát magát az energiát zsúlba, de mit tudom én, a légköbmétert, hogy neked hány légköbméter a szobád, milyen magas, milyen széles, az hogy tudom kiszámolni? De mondjuk itt van a stúdió. Aha. Megnézzük azt, hogy ezt mennyi pénz lenne mondjuk gázzal kifűteni, és mennyi pénz lenne teamécsessel és cseréppel. Egyáltalán működhet cseréppel, ha befedem a tetejét? Hogy leadjon a hőt? Elviekben működhet. Elviekben működhet, mert hogy ez ténylegesen egy kis mini kemence, hogyha azt vesszük. Azért sem szabad bedugni a tetejét, mert akkor a meleg levegő fölemeli a cserepet. Ja, az is igaz, és úgy működik, mint egy... mint egy légballon. Mint egy légballon. Az igazi ügyes. Egy léghajó. Ne befedjük be, mert felszáll a cserep. A meleg levegő nyilván megemeli. Hány fokot ad le a teamécses? Tessék, nézzük az alapoktól. Körülbelül mi az, amit le tud adni hőmérsékletben? Vagy milyen melegre tudja felmelegíteni a cserepet? Tehát nézzük mondjuk egy 10 négyzetméteres kis szobát. Ugye elvileg ott valaki lefordít egy ilyen kis küblit, alá tesz egy teamécsest, lehet, hogy be lehet vele fűteni. Na, a miénk az körülbelül 16 négyzetméteres a stúdiónk, ugye? És ennek van magassága 250, az azt jelenti, hogy 36 meg 8, az 36 meg 8, az mennyi? 44 légköbméterünk van. 44 légköbméter. Jegyzetelj, jó? 44 légköbméter. Közben kérdezek teljesen szkeptikus dolgokat, csak kíváncsiságból. Ha én elkezdek égetni egy cserepet, annak nincsen szaga? Nem műanyag cserepre gondolok nyilván, tehát ne arra gondolj, hogy ráteszek egy ilyen IKEA-s műanyag cserepet. Nincs. Tehát maga az, hogy az ott elkezd füstölni, kormolni maga a cserép, az nem tud úgy. Nem lesz ennek semmilyen szaga, hát eleve magát a cserépedét is kiégetik. Tehát, hogy ő ez ilyen dolgokra többé kevésbé immun is. Meg ahol büdös van, ott meleg is van, szóval belefér. Jó, tehát szag nincs. Szag nincs. Kizártuk. Aha. Na most a kísérlet lényege annyi, hogy ugye két cserepünk van, te a kicsit lefordítod. Igen. És arra fordítod rá a nagyot, mint egy ilyen több réteget képezve. Így van. Tehát a kicsit teszem alulra, arra ráteszem a nagyot, és az alá teszem be a mécsest. De nagyon fontos, hogy nem közvetlenül arra a felületre teszed rá, nem egy asztalalapra, hanem valamivel
picit megemeled a cserepet, hogy ténylegesen kapjon oxigént is. De akkor ez a klasszik cserépkályha elv, nem? Ami működik. És az, hát, egyik, igen, az egyik cserép átmelegíti a másik cserepet? Ez dupla falu cserép. Dupla falu cserépkályha. Ez dupla falu. Hogy fog működni? Mint a medves búvárruha, hogy alá megy a víz, és te csak a vizet melegíted. Itt a két cserép közti levegőt fogjuk felmelegíteni. Így van. Az áramlik ki a nagy cserépnek a tetején, és vetkőzünk. Gatyában fogunk ülni fél tízkor, olyan meleg lesz. Igen. Na de várjatok, mennyibe kerül 100 darab teamécses? Ki tudja? Na. 200 forint? 2000. 2000 forint? Ne! De bemegyek ide a svédekhez, hát ott ilyen 6-700-ért kapok egy 100-as teamécsest, nem? 2000 forint, már 2000 forint 100 darab teamécsest. Ezek is mit képzelnek? Hát hova? Hova tart ez a világ? Na várj, 2000, tuti? 10 darab volt 200 forint. Na de várjál! Hát az abban a kiszerelést venni. De várj, az olyan, mint a szaloncukor, hogy megveszek egy csomagot, kiszerelem és elkezdem darabonként árulni. Ez nem szabad úgy, tehát ha megvettél 10 darabot 200 ér, akkor nem biztos, hogy a 100 az is. János, nézze meg! 9448 plusz áfa. Nem lehet! Nem, 100 annyi 100 darabos csomag te a mécsesből, 9448 plusz áfa. Mit nézze? Tényleg a svédeket nézzük már meg. Írja meg nekünk valaki, 100 darab nyomorúságos teamécses, nem kerülhet 9000 forintba, Jani. Hát 9000 forintban megveszel ott náluk egy konyhabútor. 900. Azért mondom, hogy 9000. De akkor rohadjanak meg, elírták, azért hülye nem vagyok. Érted? Jó, tehát 100 van odaírva. Mécses, akkor 9448. Jó, az irány. Legyen mondjuk 1000 forint. Na, jó. 1000 forint. 1000 forint. Feri, számolj. Tehát 1000, és itt akkor még fűtőértéket nem is számolunk. Semmit. Tehát 1000 forintot azért veszel te 100-at. Aha. Így van. Akkor egy darab az 10 forint. Egy darab az 10 forint. Ha 3 óra alatt ég le egy, de te 3-at használsz, akkor 3 óra alatt elköltesz. Micsoda, 3 óra alatt ég le egy, hát de 3 óra alatt ég le, de egyből 3-at használsz, akkor nem? Az 30 forint. Az 30 forint. 3 óra fűtőértéke 30 forint. 30 forinttal fűtesz ki 3 órát. 3 óra, ugye? 30 forint. Tudnunk kell ezt most, hogy ez mennyi energiát ad le, akkor mennyi megazsult ad le a nem fontos. Nem fontos, nem. Bele, ugye? Az nagy számol... baj lenne már, hagyjuk inkább, ne keverjük bele magunkat. Szerintem mi majd a hőmérséklet emelkedésből határozzuk meg azt, hogy mennyi. Tehát fűtőteljesítménybe, hőteljesítménybe, ilyenekben ne nagyon menjünk bele, hogy egy teamécses, egy kicsi gáz, a kettő közötti különbség, tehát ne ássuk nagyon mélyre magunkat. Szerintem jó? Azt kell figyelnünk, hogy mennyi idő alatt emelkedik a helyiségnek, amiben tartózkodunk, a hőmérséklete 1 fokot. Igen. És akkor meg tudjuk határozni azt, hogy 3 teamécsessel mennyi darab tudunk egy fokot hozni a hőmérséklet. És onnantól kezdve ez már nekünk tök jó lesz így egységi. Na de várjál, hát össze kell hasonlítanunk a gázzal, mert hiába hozol te most egy fokot egy óra alatt 45 forintból, vagy 600 forintból, ha nem tudod, hogy egy fokot egy óra alatt gázzal mennyit tök igazad hozol, van, nem? Tök igazad van, csak hogy ezt itt sajnos nem tudjuk megmérni, mivel hogy ezt a helyiséget nem gázzal fűtjük. Akkor számoljuk ki a gáznak a fűtő teljesítményét, az most meg a zsúl. Igen, hogy mi most nem azzal fűtünk, az tök mindegy. Erre van egy hivatalos adat, amit biztos a gázművektől el lehet kérni. Fú, gyerekek, már most látom, hogy demérás csak. Nem. De nagyon belenyaltunk ebbe most. Azt kell tudni. Az egyfokos hőmérséklet emelkedés, ha gázzal fűtesz, azért az egy elég sok dologtól függ, tehát hogy azt szerintem hagyjuk. Tehát, na de össze kell hasonlítanunk, valamivel hasonlítunk, hogy jobb-e gázzal fűteni, vagy tényleg akinek nincs pénze és vesz 100 darab teamécsest, meg 2 darab cserepet, az egész télen olcsóban tud-e fűteni valójában egy gyerekszobát, és lekapcsolja a gázt, és azt mondja, hogy itt nem fűtök, mert nekem a cserép melegít. Tehát tudnunk kell. A gázművek meg tudja mondani, hogy egy légköbméter levegő egy fokkal való emeléséhez mennyi gázt kell elfűtenem, és annak tudjuk az árát. Haló gázművek! valaki ide meg. Addig mindenképpen számolt ki, Ferenc, hogy ez hány légköbméter. Már kiszámoltam, ez 44. Tehát ha tudjuk egy légköbméter egy fokkal való emelését, akkor tudjuk a szoba emelését egy fokkal. Király. Akkor csukjuk be az ajtót is. Jó, de akkor a légkondit is ki kell kapcsolni. Ki kell mindenképpen. Igen, ráadásul, hogy van szigetelve a dolog, mint van szigetelve, hát, a semmi. Ízítsuk be a kísérletet. Legalább nézzük meg, hogy ez lead-e valamennyi hőt. Egyáltalán képes-e arra, hogy fölfűtsön mondjuk egy ekkora stúdiót egy óra alatt. Leízzetok nagyon gyorsan. Na, milyen menő te a mécsesek ezek? Na, ennek 10 000 darabja. Azért mondom, mert ez sokkal nagyobb. Na. Illetve kicsit nagyobb, olyan szép, egészséges te a mécsesek. Jó, meggyújtotta Jani a te a mécsest. De szépen gyújtasz. Erre fordítod rá a cserepet? A kicsit, igen, a kisebbiket. Erre, a kicsit. Uh-huh. Erre jön rá, így most a kisebbik cserepünk. Aha. Igen. Meg ne éges magad. Nyim. Így? Igen. Jó. Oké. Már most meleg? Érzed a lukon a meleget? Yeah.
Hát igen. Mindjárt tulajdonképpen igen. Érzem. Aha. Így, és mi egyébként a kisebbik cserépnek a tetén lévő lukat, azt szépen lezárjuk. Aha. Azt lezárjuk, és erre rakjuk rá most. Na most ez egy... Ez a nagyot. Na most ez a lezárás, ez ilyen saját kútfőgyerek, vagy a kísérletben benne van. Ne, mi kell lezárni? Nem ott kap levegőt? Vagy nem ott engedik ki, hogy maga a cserép kezd emelegedni? Az a baj, hogy akkor gyorsan ott el is távozik a hő. Tehát nekünk az kell, hogy ne találjon magának utat a meleg levegő, csak oldalt, illetve alul. Uh-huh. A kis lefelé fordított cserép szélénél, és gyerekek, akkor úgy áramoljon fölfele. Ha egy fél fokot emelkedni fog a hőmérséklet, bármit kérhettek, de tényleg, tehát mire egy ekkora szobát kifűtesz, azon kívül, hogy egy cserép már, vagy egy gyertya már el is aludt. Jó, tegyük rá a másikat is. Jó. És nézzük meg, hogy elkezd-e melegedni. Nyilván fog valamennyit melegedni, csak hogy mennyi hőt ad le. Aha. És most hol várjuk a melegedést? A nagy lukon fönt, vagy anyát a cserép szakad oldalán? A víz. Rájzzad a fűt az állat. Na most, de fölül nem tud jönni, Feri, lefettük hát a lyukat. Ugye? Igen. Na ezért kérdezem én is, hogy miért? Hogy? Alulról visszajön. Azért kering a meleg levegő bent. Hát igen. Igen, mondhatni. Tehát most a tetején, a nagy cserépnek a tetején lévő luk az, ami kijelzti nekünk a meleg levegőt. Aha. Jó, na most a gyertya... A gyertyának kell oxigén. Kül. Nem? Az jön be alul. Az jön be alul. Megkapja. Az bejön alul? Az elég? Igen. Az, mert oxigént von el. Az oxigén elég. Nagyon jó. nem azért kérdezem, csak ha oxigént von el, akkor előbb-utóbb nekem friss oxigént kell beengednem a szobába. Ha kell friss oxigént beengednem a szobába, akkor ott kimegy az a meleg, amit én egyébként megcsináltam, mert vagy annyit nem használ el a gyertya? Annyit nem használ el. Tehát nem fogy el a szobába az oxigén. Melegszik? Mennyi egy öngyújtó töltés? Otthon vagy boltban? Ezek ugye mind járulékos költségek, hogy te szépen elkezded gyújtogatni a te a mécsest, plusz aztán megcsináltatod az öngyújtódat. Na, hogy állunk? Melegszik? Egyértelműen melegszik. Én egyébként nem öngyújtót javasolnék, hanem gyufát. Igen? Gyufát, egy szál gyufával mind a négy te a mécsest meg tudod gyújtani. És még mielőtt elaludna, az elhasznált gyufaszálat újra meg tudod gyújtani, és azzal meggyújtod a friss mécseseket. Éveken keresztül friss mécseseket gyújtasz. Figyelj, egyébként melegszik. Nem nagyon. Nagyon kicsi. Ez megint egy akkora kamu, hogy ennek az ég egyet a világon sem értek. Jó, hőteljesítményeket elkezdjünk számolni, vagy abba bele sem menjünk? Hogy mennyi a viasz égéshője, meg egy te a mécses hány gram, akkor ahhoz képest az égéshő mennyit ad le, és ahhoz képest, ebbe már bele sem menjünk, nem? Tehát ezt ne fontolgassuk. Hát ez... Miért te a mécses? Hogy miért nem gyertya, ugye? Mondd már meg, miért hívják ezt? Anna, miért hívják ezt te a mécsesnek? Azért, mert ezt a kis teáskanna alá be lehet tenni. Tudod, van egy ilyen állvány, megfőzted a teádat, és melegen akarod tartani. Aha. Megnézném, hányan tartják így melegen a teát. Esküszöm ezért te a mécses. Csak van az oké, de hogy ez mennyire senki. Reális? Az igen. Most így a 21. század figyelj, elején. Csak de mondom egyébként, hogy de szét kell szednem, mert úgy látszik nem kapott elég oxigént, mert két te a mécses már el is aludt. Aha. Viszont az alsó kis cserép olyan meleg, mint az állat. És komolyan fogjátok meg. Levennéd azt az üveg darabot a tetejére, hogy nem kell. De le kell, hát nem kap levegőt. Nem kap levegőt, hogy ez így el fog aludni. Hát azért aludt el. Sose fűtjük fel a szobát. Ez így elalszik majd, ez nem jó. Szóval ez egy értelmetlen dolog, megállapíthatjuk, ugye? Már ennyiből. Hát ha azért adjunk még egyszer. Nem, meleg. Nincs igazatok. Mert egy kézmelegítőnök tökéletes. Aha. Szerintem, ha most ide berakunk három darab laptopot, vagy igen? Kettő darab számítógépet, az konkrétan melegebbet csinál, mint ez a kis önjelölt cserépkája. Igen, csak ahhoz meg kell, ugye? Ahhoz meg áramot az kell használni. Az elektromosság. Igen. Aha. Na? Na, a nagy cserép meleg? Pélség. Például, hogyha a szememet ráhelyezem erre a lukra, akkor nagyon gyorsan kiszárad. Hányan teszik most le valószínűleg a padlószőnyegre ezt a kis telmécses, nem? Tehát így hányan próbálják ezt megcsinálni, úgyhogy lerakják a padlószőnyegre? Uh-huh. Szerintem egyébként a fölsőt kell lezárni. A fölső lukat. Na, akkor biztos, hogy megfojtod a gyertyákat. Mert akkor fog egyébként a közvetlenül a kicsiből kiáramló meleg levegő megrekedni a nagyban, és átmelegíteni a nagyot. Mert így sajnos teljesen egyértelműen egyenesen jön ki belőle. Na, mérünk hőmérsékletet, hogy most hány fok van? Hát... Nincs értelme. Ezzel ráérünk. Úgy érzem. Ezzel bőven megleszik, egy óra múlva is pont ugyanannyi lesz. Melegszik semennyit, mi? Semennyi. A nagy még semennyi. Van, aki ezt kitalálja szerintetek?
De az a baj, hogy van, aki ezt beveszi. Aha. Tudod például mi? Na most, ha elhasználja az oxigént. Igen, akkor mind megdöglünk, öcsém. Na, de hát akkor, ha elhasználja az oxigént, akkor közben szénmonoxidot termel, nem? Aha. Na most, ha nekem a teamécses szénmonoxidot termel, akkor lehet, hogy meleg lesz, de közben meg szépen beledöglöm. Uh-huh. Tehát az égés termék, az ugye, ha ő oxigént használ el, szénmonoxidot termel, nem? Ezért érdemes sűrűn szellőztetni. Na, ha sűrűn szellőztetsz, csökken a hőmérséklet. Tehát tulajdonképpen semmi értelme. Hát aha. Nincs. Nincs sok. Vagy ha begyújtasz tiszta a mécsest, akkor meg megfullad. Az lehet, hogy a felső lukba beledugunk egy slagot, és azt kivezetjük az ablakon, mint a kémény. Az a baj, hogy azzal együtt a meleg levegőt is kivezeted. Aha, de a cserép az utcán fűtőt. Jó, nem? Engedjük el. Eszetet nyugodtan fúj, de hagyjuk. Persze. De most semmi. Hadd égjen. Jó, éghet, de hogy ennek igazából semmi legalább... tehát nincs valódi fűtőérték ez egész. Annyit várjunk meg, hogy a külső cserép melegszik-e egy picit. Jó, hogy van egy külső melegedés? Igen, hogy a külső cserép melegszik-e. Melegszik. Jó, mert fogdosod egy órája. Persze, mondjuk ez is igaz. Ebbe is van valami. Igen. Szerintem ezt jól benyaltátok így egy hallgató. Ha cseréppel és mécsessel lehetne fűteni, már mindenki ezzel fűtene. Mekkora igazság egyébként, igen. Hát akkor nyaltuk volna be, ha igazán hittünk volna benne. Igen. Sziasztok, csak óvatosan, a legutóbbi kísérlet a BS-ben elég balul sült el. Szegények, igen, Tibi. Küldte nekünk, köszönjük szépen. Jani, úgy befűtöttél, már izzad a lábam a kocsiban. Ugye? Ugye csak elég beszélni róla. Nekünk. Igen. Nem úgy van az, üljetek be a cserép alá. Zoli. Energia megmaradás törvénye szerint apám azt mondja, hogy a legolcsóbb tüzelő a lopott fa. Egyébként én most olcsón fűtök, papír, cipő, gesztenye, toboz, rongyok, csomagoló anyagok. Küldi nekünk egy hallgató. Cserép nélkül ugyanannyit melegít. Ezt is érdemes lenne összevetni. Jó, nem, ez nyilván hülyeség, tehát ez a dolog megbukott. 9:30 múlt, pontosan egy perccel jönnek a hírek, aztán itt vagyunk is. 3:49 lesz, pontosan egy perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt. Hát itt már kapjuk az okosító SMS-eket, hogy mit, hogy kell, még meg hova kell tenni, de lezártuk, tehát ezt összetörjük, eldobjuk. Vége van, nem próbálkozunk tovább. Nem a jó. Virágot ültetnénk. Ne, engedjük el, nem is akarok már ezekről a cserepekről beszélni. Ugye egy kísérletet végeztünk el, mi szerint ugye lehet cseréppel otthon fűteni, néhány teamécsessel, meg két darab cseréppel lehet egy cserépkája effektus létrehozni, de hát kiderült, hogy teljesen értelmetlen a dolog. Tehát amennyit elhasználsz, sokkal többe kerül, nincs értelme. A kezedet meg tudod vele maximum melegíteni. Kiváló kézmelegítő. Igen, kiváló kézmelegítő, de maga a kísérlet nem működik. Én szeretem a rendszeres tündénk, és minden reggel Balázs, amikor bejön meggyújtani nekem itt három teamécsest, ráfordítaná a kis cserepet, és utána pedig itt melegítgethetném a kezemet, miután bekrémeztem természetesen. Meg fogsz dögleni a hidegtől, csak szóval. Én is azt gondolom, hogy le fog fagyni a kezed. Rohadtul fogsz fázni, mire én neked azt három teamécsest minden reggel begyújtom. Ha majd idős leszel, öreg leszel, és én is még fiatalabb leszek, akkor majd egy kicsit így tologatlak ide-oda. De most nem gyűjtök neked. Hozod majd nekem ilyen kis ételhordóban. Hozom, persze, hát akkor finom én azért... Finom főzeléket. Fiatalos frit nagypapa leszek, te meg már addigra azért már... valahol nagyon várnak a véget. Igen. M3-os végén 266-os kilométernél van egy trafink, lapulnak, úgyhogy mindenki vigyázzon, tojás küldte nekünk. És az M6-os Ercsi lehajtójánál Budapest felé lézersó van szintén. M35-ös Józsai pihenőhely, Selyek út előtt egy kilométeren szintén, Trafi Csucsú írta, és a Vörösvári út katasztrófa, fél óra alatt kb. 200 métert lehetett megtenni Pest felé, üzente Pitta. Mi van a lavinával? Kevesebbet hallok róla. Eltűntek? Hát vagy megszoktuk. Meg megszokta mindenki. Tehát mindenki hozzászokott a látványhoz, és már nem is foglalkozunk az, hogy lavináznak minket? Kett csütörtök, azt mondtad Feri a múltkor, ugye? Kett péntek. Nem, mert pénteken már hátrabban nyomsz. Ezt csak változtatják, nem? Lehet, a napokat. Hogy ez benne van a trükkben. Nem. Igen, az, ha minden nap kett péntek, vagy mindig kett péntek lenne, akkor az idő után már uncsi. Jött egy SMS, erről érdemes beszélni. Srácok, segítsetek, lassan 8 éve tartozik nekem egy fószer, akinél a lakást parkettáztam, de a meló után nem fizetett ki. Akkor azt mondta, hogy csak kártya van nála, azóta évente 4-5-ször rátelefonálok, de vagy nem veszi fel a telefont, vagy gyorsan rám teszi, hogy visszahív. Hogy szedjem ki belőle 170.000 forintomat? Ennyi év után kamatokkal már a duplája lenne. Tegnap épp értekezleten ült állítólag, és nem tudott beszélni. Jézus. Van jó ötletetek? Kérdezi Sanya. Igen, ez egy olyan dolog, amivel mi még itt érdekes módon nem is foglalkoztunk, és kihagytuk, de hogy milyen szolgáltatásnál hány embernek tartoznak,
ez egy érdekes téma lehet azért, nem? Hát igen, itt messze lehet az automata nagyon. Hát itt nagyon messze van az automata. Meg a kártya is lejárt már 8 éve. Hát igen. Én elengedném. Tehát, hogy, hát ő meg beletette a melóját. Nem azért, mert hogy nem fontos, amit beletettél, hanem egyszerűen ennek az a lélektana, hogyha valaki 8 éve nem fizette ki, akkor azt nem fogja kifizetni. Nem fogja. Tehát, hogy a többet kerül már rátelefonálni, meg nyomozni utána, meg idegesgetsz, mint hogy bevállalod. Sok az pénz, de nem fogja neked odaadni. Menj vissza, és szedd fel a parkettát. És ott gyújtsd meg a helyszínen. Hányan lehetnek úgy szerintetek? Henteseknél, fodrászoknál, műkörmösnél, nem tudom, postán, amikor egy 20 forintos vagy 100 forintos bélyeget kérnek, és elengedik őket, hogy jó, akkor hozza vissza aranyom, majd most nincs nála apró, akik nem fizetnek, és így tartoznak. Rengeteg ember van. Szerintem rengeteg. Előfordul a jóhiszeműség, és amikor visszamész, de szerintem sokan élnek ebből. Hogy beszaladsz ide, oda, voltam már kétszer mondjuk egy valamilyen üzletben, ismernek is valamennyire. Harmadjára ezt eljátszod a bevásárlást. Jaj, nem hoztam a pénztárcámat, fölviszem aranyom, hozom a pénzt, soha többet nem. Tehát vannak olyan emberek, akik erre szakosodnak? És szerintem így vásárolnak, így mennek fodrászhoz, így tankolnak, hogy ismerős a benzinkutas, így mennek el bevásárolni, így nem tudom, a patikába kérnek két aspirint, és elrohannak vele, és tehát lehet így élni, hogy mindenhol valamit kitalálsz, és mindenhonnan, tehát bemész egy patikába, utána átmész a cipészhez, mitől elrohansz egy bevásárlóközpontba, és mindenhol, ha belefutsz egy kedves pénztárosba, akkor el tudnak engedni? Mondjuk én egy hentesen nem húznék újat. A fodrász az még csak. De a bárd az mégiscsak beszél. De szerintem nagyon sokan csinálják ezt. Hát 8 éve, tehát hogy bújsz ki az első fizetés alól? Tehát ott áll veled szembe a parkettás. Azt mondja, hogy uram, ez 170 ezer forint lesz. Tudja, hogy hol laksz, ott csinálta nálad, és azt mondta, hogy most nincs nála pénz, jöjjön vissza egy hét múlva. De hát tudod, hogy visszajön egy hét múlva. De akkor, de nyertél egy hetet, és kitalálhatsz valamit. Addig van időd gondolkozni, hogy egy hét múlva mit mondasz. Szolgáltatásoknál egyszerűbb, mert ott ugye azt mondod egyszerűen, hogy nem vagy vele elégedett. De mondjuk, hogy a hentesnél azt mondod, hogy mócsingos, és legfeljebb visszaadod, és visszakapod a pénzedet. Aha. De szolgáltatásoknál szerintem rengetegen játsszák el ezt, hogy elmész mondjuk levágatni a hajadat, és azt mondod, hogy most nincs nálad 4000 forint, de visszajössz? Istenem, hogy nézek ki? Érted, és eljátszott, hogy borzalmasan tönkretett a hajad. Nem megcsinálta, nem jól néz ki, nem úgy nézel ki, ahogy a fotón, amit vittél mondjuk mintának, hogy úgy kéne kinézni a végén. Nem úgy, és elsírodott az összes bánatodat. Hogy tudod behajtani? Tehát ha te fodrász, hogy elkezdesz utána telefonálni, hogy figyelj, tartozol nekem 3000 forint, hozd vissza, hát egy idő után sehogy. Nyilván megalázó, tehát sehogy. Vagy van, aki elmegy a zöldségeshez, és mondjuk így vásárol? Mert szerintem, ha ezt egyszer elkezded, erre rá lehet kapni. Igen, nem? De még egyszer nem mehet vissza ahhoz a zöldségeshez. Hát ugye itt ez a probléma, hogy akkor minden nap keresel egy új, vagy minden héten keresel egy új zöldségest? Szerintem éttermekben például nagyon sokan csinálják. Tudod? Hogy? Hát, hogy vagy viszel egyet dobozban, és utána már majdnem megeszed a kaját, ezt én konkrétan tudom, hogy háromnegyedig megeszed a kaját, beledobod a két döglött legyet, és kihívod a pincét, légy volt a kajámban. És most vettem észre. Jaj, hát akkor ennek nem kell. Hát jó, igen, de az igen. Az egy más, igen. De van olyan is, hogy kimegy WC-re. Sőt, most ugye a dohányzás elleni törvénnyel ki tudsz menni dohányozni. És azt mondod, hogy fölveszem a kabátomat, hiszen hideg van kint. És már is ment. Uh-huh. Egyébként mekkora trükk? Vajon honnan tudod? Hát szerintem napok óta így járunk vacsorázni. Hány helyen keresnek Feri? Napok óta így járunk vacsorázni. Igen, hát ilyen ismert emberként elég nehéz. Elég nehéz ezt eljátszani, ugyanakkor meg azért el tudom képzelni, hogy valaki ezt így. Hogy rákapsz az ízére, hogy nem? Hogy így eljátsza, vagy ott van egy haver, majd ő fizet, írják a számlájához. Ott az úriem, igen, ott a Rákóczi Feri, Pet, megismertem, na, majd ő, na, ő a végén az. Fizeti. És nem tudsz mit csinálni, most képzeld el a parkettázós esetet. Ez valószínűleg mondjuk egy lakás parkettázása volt, ami zárva van, nem tudsz visszamenni. Ugye emberünknél a kulcs. Az is elképzelhető, hogy ez, aki írta az SMS-t, fekete melóban végezte el, nem volt róla szerződés, sőt, nyilván, ha én kihívok egy parkettást, én se írok vele szerződést. Nincs róla szerződés, perre se tud menni szerencsétlen parkettást. Nem nagyon tudsz csinálni, persze. Semmi. Nagyon sok olyan SMS-t, már látom a falon, hogy nekem 2 millióval tartoznak 2 évet. Nem ezt akarjuk pontosan megfogni, hanem inkább azt, hogy ilyen esetekben mit mond az illető, aki nem fizet. Mivel bújik ki a fizetés alól? Tehát mi az első kibújás, a második kibújás és a harmadik kibújás indoka? Tehát mit mondanak néha, ha igénybe veszik mondjuk a zöldségest, vagy ha elmennek fodrászhoz, vagy ha valaki vásárol a közébe, hogy jaj, aranyom, mindjárt visszajövök.
Vagy ha például valaki szobafestő, és neki tartoznak 300 000-el, ott mi volt a hatodik indok? Az első és a hatodik, ugye? Amikor már ötödszörre telefonálsz rá, hogy figyelj, tartozol, jó lenne, ha megadnád. Ugye nyilván a körbetartozások országa vagyunk, ez teljesen egyértem. Tehát itt aztán, tehát főleg aki az építkezésben dolgozik, tudja, hogy az lavinaként borul. De nem csak az építkezésben van ilyen, hanem ugye van, akik erre szakosodva naponta vernek át így embereket. Én szinte biztos vagyok benne például, hogy sok olyan burkoló van, akinek mondták azt a végén, hogy na jó, az anyagot azt kifizetem, de nézze meg, hogy állnak ezek a cserepek. Vagy lehet, hogy ezek a csempék. Hát nézze meg, itt nincsen egy párhuzamos, nincs egy merőleges. Ezek a fugák, hogy néznek? Na jó, ezt nem fizetem ki. Természetesen az anyagárat, stb. A munkadíjat elfelejtheti. És akkor nem tud mit csinálni. Mit csinál? Utána pedig a megrendelő megdörzsi a tenyerét, na, meg volt anyagárba. Levered a csempét, ha bent vagy. Hát... Én azonnal elkezdenék kalapán. Nem fizetsz. Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Igen, de ez habitus kérdése. Tehát tényleg nekiállsz ott verekedni? Nekiállsz ott egy fürdőszobába lögdösődni? Elkapod a torkát és kicsit folytogatod? Aztán ő folytogat, ért, fogsz egy kalapácsot és nekiállod leverni. Persze. Miközben lehet, hogy oda jön, átjön két barátjával, és azt mondja, hogy uram, szedj össze a cuccát, mert ezt most nem fizetjük ki. Aha. Hát akkor hát azért kiraknak. Vagy azt mondja, hogy ugye az anyagárat kifizetted, a munkadíjat pedig majd később rendezed. És amikor rendeznéd a lakást, mert az el, mit csinálsz, felnyomod? Hát nem, nyilván nem. Ez kemény egyébként, nem? Hogy ha összeszámolnánk, hogy ebben az országban mondjuk hány embernek tartoznak, akkor mekkora szám jön neki? Tehát hány olyan ember van jelen pillanatban a 10 millió emberből, mondjuk a gyerekeket nem nézzük, meg a fiatalokat mondjuk nem tudom, 6 millióból, akinek most jelen pillanatban valaki valamennyi pénzzel úgy tartozik, hogy telefonál, hívogatja, nem adja vissza, kifogásokat talál, felveszi ugyan, de mindig van egy újabb időpont, vagy egy újabb dátum. Vagy aztán már fel se veszi, vagy kinyomja. Szinte minden második ember így él, nem? Ha egyszer valamit adtál kölcsön, vagy megcsináltál, vagy nem tudom, az biztos, hogy mindenki. Az alkalmi munkások között rengetegen lehetnek ilyenek. Szegények ugye, hát nyilván nincsen szerződés, fekete meló, megfogadják őket valahol, elvésznek 10 embert, dolgoztatják őket egész nap, aztán pedig azt mondják, hogy jó, akkor mi fizetünk, majd. És akkor járjál te a vállalkozónak a nyakára. Valról a papír? Nincs. Akkor nem nincs, persze. Igen. Na jó, nagyon sok SMS jött, úgyhogy megnézzük majd. Kifogásokat és indokokat is írjatok, jó? Hogy kinek mit mondtak, az a fontos. Ne csak, hogy mennyit, meg mióta, azokkal az SMS-ekkel nem nagyon tudunk mit kezdeni. Jó, úgyhogy ezzel folytatjuk mindjárt, most viszont valakivel játszunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Halló, jó reggel! Sziasztok, Gábor vagyok. Szia, Gábor. Hello, Gábor. Sziasztok. Gábor, honnan hívsz minket? Budapestről. Tegnap pár jelentkeztél, és visszahívtunk, csak nem vettem fel. Igen, tegnap írtam egy SMS-t, csak aztán olyan munkám van, hogy sajnos a telefon közelben nem mindig tudtam ott lenni, és amikor visszajöttem, akkor láttam, hogy valaki keresett, aztán kicsit így bánkódtam, ezért írtam ma még egy SMS-t, hát ha összejön. Annának milyen jó szíve van, látod, meg sajnál. Vaj, szíve van. Igen, meg sajnál. Na jó, milyenek a kérdések, Jani? Nehezítettem rajta tegnaphoz képest. Nehezítettél. Így szól az első kérdés dedikált nyakbalkasztóért. Hány kilométer kerekítve a Balaton átúszás távja Révfülöp és Balatonboglár között? Kerekítve? Hát talán 5. 5, így van. Így van. 5,2 egyébként. Mehetünk tovább? Igen, nehéz lesz a második. Hát, dehogy. Ezt nem tudom, hogy kinek mi a nehéz, tudod, hát ez így földrajz, annyit tudok segíteni. Földrajz, hát mondjuk abból jó voltam, na. Hát remélem, hogy most is nem fogok beégni, úgyhogy akkor... Nézzük meg, jó? Nézzük. Így szól a második kérdés. Melyik ország fővárosa Katmandu? Katmandu, úristen. Van, tudom, ismerős, tudom, hogy hallottam már sokszor, Katmandu. Ki segítséget esetleg kérhetek? Már a kezdőbetűt, vagy a végét? Vagy... Kezdőbetű, aha, igen. Esetleg az orsz. Nem, ja. Én csak vicceltem, nem komolyan kérdeztem. Ja. Nem tudom, hát nem, hát ezt tudni kell. Ha az ember nem tudja, hát ebben nem tudunk itt belemenni. Nincs meg? Ázsiai régióra kis bele. Azon belül? Fú, nem tudom, tényleg nem tudom. Na látod, pedig még egy plusz esélyt kaptál. Nepál. Igen. Nepál. Nepál, jó. Köszönöm. Hát, akkor ez van sajnos. Hát ez nem volt egy hosszú játék. Hát ez nem, ez nagyon rövid volt. Igen. Mivel foglalkozol, Gábor?
Egy autóalkatrészekkel foglalkozó cégnél vagyok kiszállító, biztos látások ilyen kis dobozos autót rohangálni, annak vagyok ilyen sofőrje. Sofőrként dolgozol. Jó. Igen. Hát sajnálom, igen. Ez nem sikerült, pedig nem volt szerintem annyira nehéz. Sajnálom. Már mindegy, köszönöm azért a lehetőséget. Oké, köszi. Köszönöm szépen. Köszi, ciao, ciao. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre. Konkrétan ez a Réphülő Balatonboglár, ez nehezebb volt, mint a Katmandú, nem? Én azon nagyon nézem. Látod, mert ő tudta az elsőt, a másodikat viszont nem. Betérdeltem volna, felkerekítve, hogy hány kilométert. Próbáltam így a térképen, mondom, ott átnéz, komp, nem, arrém, vagy júj. Én három körül mondtam volna. Hármat mondtam volna. 2 perc múlva 9 óra. Az előbb beszélgettünk egy témáról, várjuk az SMS-eket, hozzászólásokat, mi pedig jövünk a hírek után. 9 óra múlt 12 perccel, jó reggelt mindenkinek. Jelenleg félpálya Karcagnál mentés alatt újra teljes zár lesz majd, Zoli küldte nekünk. Jakabszálláson mérnek az 54-es úton, ezt Friki üzeni. Valamint Békés-Szentandrás belterületén trafi egy szürke Suzuki-ból, ez a 44-es úton van, Peti üzente. M1-es Budapest felé 62-es, 63-as kilométer környékén egy sérült Renault forgalommal szemben az áruban, ajtó nyitva, sehol senki. Hát mi történhetett? Vörösvári út katasztrófa, fél óra alatt kb. 200 méter, és Csorna közepén szokás szerint Győr felé mérnek, ezt Südisz küldte nekünk, köszönjük szépen. Mi pedig ugye a tartozásokról beszélgettünk, hogy mit tehet az ember, ha tartoznak neki. És itt most nem csak az építőiparban dolgozókra gondolunk, akiknek nem fizették ki mondjuk egy-egy munkáját. Persze nyilván abból van a legtöbb, ahogy hallja az ember a körbetartozásokat, de hát azért, ha valaki mondjuk kétkezi munkás vagy parkettázik, szobafestő, burkoló, ott is rengeteg olyat hallani, hogy nem fizetik ki. Arról beszéltünk, hogy ilyenkor mit mond az illető, ugye? Tehát, hogy mi a kifogás 1 hét után, 2 hét után, 3 hét után, illetve, hogy hányan lehetnek olyanok, akik igénybe veszik a fodrászt, a zöldségest, bármilyen szolgáltatást úgy, hogy csak később fizetnek. Hát, vagy később se. Vagy később se, igen. Szomszédom mesélte, aki át szokott jönni hozzám néha nagyon komoly megbeszélésre, esténként, ő pincér, és nála volt ilyen, hogy bejött egy nő, leült, hogy egy kétszemélyes asztalt kér, leült, ő, hogy jön a párja hamarosan, de hogy vacsorázni fognak, és akkor rendelt ilyen kis ételeket, meg pálinkázott. Hát így a 10. felesnél föltűnt nekik, hogy ha vársz valakit, azért 10 feles után azért az meg tud borítani, mondták, hogy jó lenne fizetni, közben a nő kijárt dohányozni. Az volt a mondat, most figyelj, mikor visszajött, és kérték, hogy akkor ki kéne fizetni ezt a 10 pálest, ők mindent megértenek, maradjon nyugodtan, majd folytatják a bulit, de idáig fizessen. Azt mondja, az előbb, ahogy kint voltam, ellopták a tárcát. Jaj, nagy duba. Az előbb, ahogy kiérted. És mondta neki Attila szomszédom, hogy ne haragudjon, hölgyem, tehát ha engem kirabolnak, én azért nem jövök olyan vissza, olyan nyugodtan vissza leülni egy asztalhoz, mint ahogy maga visszajött. Mint hogy elvitték. De most miért ilyen rossz indulatú ez a pincér, nem értem. Hát mi, ha kimegy dohányozni, ott nem rabolhatnak senki. Erős idegzetű volt a hölgy. Tehát, hogy tudott uralkodni magán. Meg tudta, hogy jön a párja hamarosan. De ez is, egyébként ez is egyfajta képesség. Én soha nem tudnék ilyet. Tehát, hogy egyszerűen nem lenne bőr a képemen. Tehát, hogy az utána jövő feszültség, a vitatkozás, ne adj Isten, pofoszkodás. Igen. Itt van velünk Laci. Hello, Laci, jó reggelt! Jó Balázs, szia Feri, szia Jani! Hello. Na, te hogy próbáltál tartozást behajtani? Nem olyan voltam, egy ismerősöm. Az volt a ő sztori, hogy volt egy viszonylag gazdagabb megrendelő, aki rendelt egy komplett családi házat, de egy ilyen nagyobb házat képzeljetek el. És az ismerős az meg ilyen betonmixerekkel dolgozik. És megcsinálták a födémet, tehát ilyen nagy mixerkocsival megcsinálták a betonozást, és az emberünk meg nem akart fizetni. Húzták, halasztották hosszú-hosszú ideig. Mire hivatkozott, azt nem tudod, hogy mit mondod, hogy miért nem fizet? Egyszerűen csak nem fizet, van olyan pozíció, hogy ne fizessen. Tehát, hogy egyszerűen megteheti. Így van, és fogta vállalkozó, amikor be volt rendezve az egész lakást, ott készre volt kulcsra, hogy na jó, akkor most, vagy most fizet, vagy lépünk. Nem fizetett az ember, odálltak egy mixerkocsival a berendezett ház elé, betolták a mixerkocsinak ezt a csövét, amin kb. 10 köbméter gyors betont így betoltak neki a berendezett nappaliba, illetve értesítették, hogy akkor mennyi ideje van kb. Kilapádolni az egészet, mire ez megköt. Az elég gyorsan már köt. Így van, hogy utána már nehezebb lesz egy kicsit felszednie, elég hamar megjött és fizetett. És ki is fizette akkor gyorsan. És ki is fizette, tehát volt rá pénz.
Micsoda nemes bosszú. Azért gyerekek beraknak egy két köbméter gyorsan kötő betont a nappalitba, nem? A jó, kararai, kezdjük el sajnálni. A kararai márványodra. Nem, hát azt mondom, hogy azért ez hatásos tud lenni. Hát az szép. És ki is fizette teljesen az egész összeget? Teljesen kifizette. Azt, amit bepumpáltak utólag, azt értelemszerűen nem, de a rendes munkát azt igen. Uh-huh. És azóta a másik, igen, mondjad? Volt egy másik, az szintén ilyen külműves ismerőssel, azt mondja, hogy megcsináltatott egy erkélyt. Ott is nem akart fizetni az ember. Odaállt a nagy markolóval, így beakasztotta a fogait a markolónak a korlátba, hogy na most haver, akkor vagy fizet, vagy letépem az ereszt, vagy mi ezt a korlátot. Aha. Rendőrt hívtak, a rendőr mondta a srácnak, hogy ő megérti a tartozást, de ezt nem lehet így elintézni. Srác elment, rendőr elment, ahogy elment a rendőr, a srác visszajött, nem fizet, nem jól, csak hogy letépte úgy, ahogy van a ereszt, vagy az erkélyt. Hát igen, akinek ilyen eszköz van a kezében, az könnyebb, ugye? De hát mit csinál, hogy egy festő vagy egy burkoló, akkor azért így nem tud nekiállni, bontani. De egyébként abszolút érthető. Meg szerintem jogos is, nem? Hát az unokabátyám az járt úgy, ő vízvezetékszerelő, hogy megcsinált egy komplet munkát, és ugyanúgy volt, hogy akkor lepelt a papír nélkül, hogy ugyanúgy, hogy így nem fizetünk, oda ment, hogy akkor kicsit agresszívebben elbeszélget az emberre, és az ember meg ugye hívott egy pár másik embert, akik benn voltak a házban, és folyamatosan szájaltak, de így hátráltak be a lakásba, hogy menjen be az unokabátyám, hogy ugye ahogy ez megtörténik, akkor föl lehessen jelenteni egy birtokháborításért, mert ugye őt oda senki nem hívta. Hát igen, meg itt a kifogás mindig az érdekes, hogy mit mondanak, vagy mire fogják. Tehát amikor elkészül egy ilyen 50-60 milliós ház, és azt mondja, hogy nincs pénzed kifizetni a munkálatokat, azért az nehezen hihető, miközben ott áll a házad kulcsra készen. Köszi, hogy elmondtad ezeket. Nagyon szívesen. Köszi, Laci. Na nézzük az SMS-eket, mert nagyon sok jött, hogy kinek mennyi pénzet tartoznak, és mi az indok. Egy balatoni magánnyaraló kertjét építettem, persze nem fizettek ki a nyáron. A párom nevére lefoglaltuk a nyaralót 2 hétre. 10 főre nyaralás végén a foglalom felüli összeg kifizetésénél én vártam a tulajdonost, hogy lehet, hogy mennyit fizettem neki. Aha, tehát lenyaraltad a felújítást, igen. A kertépítést. Nekünk tartoznak sok pénzzel, a visszaadásnál az indok az volt, hogy nekünk nem létkérdés. Ja, de jó. Ezt nagyon sokan írják. Kitakarítottam az A4-es kabriót vajbelsővel, szarakodott az ember, nem akart fizetni, elkapott az ideg, belöntöttem 3 liter saras vizet. Elküldtem az anyjába, a pénz nem lett meg. A kollégám 5 éve tartozik, én minden évben veszek neki valamit az évfordulóra. Az szellemes. Jó fej. Ne felejtsd el, második éve tartozol. Így van. Ez még a kultúrát. De ez a leginkább ciki, hogy egy olyan ember, akivel minden nap találkozol. Bizony. Mert az éttermest átverted, nem mész oda többet. A fodrásznárodnak nem fizetsz, nem mész oda többet. Minden nap összefuttok. Az a durva, hogy ő nem említi meg, és az a durva, hogy te vagy már zavarban, ha meg kell említened. Aha, ugye? Tehát, hogy te érzed kellemetlennek, miközben ő tényleg minden nap úgy jön oda hozzád, hogy ez neki nem kellemetlen. Szia! És neked ciki szólni. A pénz, hát... De ez jó, ez egy szellemes megoldás. Lajos Kám, itt van akkor egy malacpersely, hogy... 5. éve tartozol. Így van, tudjál egy kicsit gyűjteni, tudod, érted, ugye? Zöldséges vagyok, számtalan történet van, amivel nap mint nap találkozunk, hogy miért nem tud fizetni az illető. 10-ből 8 nyilván kamu. Beletört a kulcs a zárba. Várja a lakatost, aztán fizet. Soha többet nem láttam, írja egy hallgató. Faterral kőművesként dolgozunk, ha nem fizetik ki a burkolást, azonnal elkezdjük leverni a csempét. A 3.-4. csempe leverése után egyből meg lesz a pénz, és még a javítást kell kifizetni, írja egy hallgató. A festők fekete zománccal egy nagy keresztet festettek a falra, vagy festenek a falra. Ez üzenet a többi festőnek, hogy más se vállalja el a helyrehozatalt. Ide Russell. Igen. De jó. Azt írják egyébként többen, hogy mivel utolsó munkafázisról van szó, a festők azok nagyon sokszor járnak pórul. Többieket mind kifizetik, és akkor a festőkön próbálják meg egy kicsit spórolni. Nézzük, mit mondtak egy könyvelőirodának. Könyvelési díj ki nem fizetése, azok most hétvégi házat kell építenünk. Hát az igaz. Könyvelőiroda Pécs írt nekünk. Van, ami előrébb van, mint a könyvelési díj. Fodrász vagyok, végeztem a frizurával, utána mondta a vendég, hogy nincs pénze, holnap hozza. Másnap azt mondta, hogy nem tudott kijönni a lakásból. 3. nap beteg lett a gyerek, 2 hetébe telt, mire megadta, és még finis terméket is vitt tőlem a hajára. Így hallgatott. Legjobb azt mondja,
hogy csak a gyerek lesz otthon, amikor én végzem a munkával. Megcsinálom a munkát, valóban csak a gyerek van otthon, kérem a pénzt, mire a gyerek azt mondja, hogy apa nem adott pénzt. Azért és ez is milyen ragasz, hogy a gyereket állítasz oda. Hát, nem, amikor ki kell fizetni. Ráadásul aljas is, tehát, hogy szegényed. Írtak nekünk fogászati asszisztensek is, nézzük, hogy náluk mi a duma. Két hetente egy beteg leugrik az automatához, sose látjuk többet, akár több százezres felső híddal is elmenekülnek. Mert de ezt még benyalod, hogy lemegyek az automatához, még mit csinálsz vele? Tehát nem engedett ki a rendelőből, rendőrt hát, hívsz, igen. Nem életszerű. Ott nincsen olyan, mint a burkolóknál, hogy leverem a csempét, leverem a felső mondjuk. Jó, levesz, menjen, és majd visszaragasztjuk, ha van pénz. Azt mondja, bejött minden nap, két kiflit vitt, ami 50 forint. Egy hét után bejött, kért két kiflit, adott 25 forintot. Aztán mondom neki, hogy a két kifli 50 forint, erre visszamondja nekem, hogy mit szarakodok egy kiflin. Ja, óriási. Óriási, nem? És minden nap azért nyert egy picit. Azt mondja, hogy a fogorvosnál is rendszeresen eljátszik, írja Réka, igen, csak nem írja, hogy pontosan mit. Dettó festő vagyok, 120 ezer forinttal tartoznak, panziója, festékboltja, és mégsem fizet a paraszt. Ír a Béla kicsit egyszerűbben, igen. Tehát van festékboltja, aha, van panziója, de hogy egész egyszerűen nem fizet. Általában azok nem fizetnek, akiknek egyébként szóval több van. Tehetős ember is nem fizeti ki. Igen. Az egyik hentesen mesélt egy ilyen nagyon jó sztorit. Hogy ott hogy nem fizetnek? Igen, kicsit nehéz követni a történetet, de gyors és egyszerű leszek. Oda lép a vásárló, és azt mondja, hogy kér egy kiló darált húst. Hentes ledarálja, odaadja neki. Vásárló belenéz a zacskóba, és azt mondja, hogy ne haragudjon, de ez nekem túl zsíros, nem kérem. Kérek egy kiló olyat, ami nem zsíros. Megcsinálja azt is, átveszi a vásárló, és azt mondja, hogy köszönöm, és elindul. És mondja neki a hentes, hogy haló, nem fizetett. Hát azt mondja, miért fizettem volna? Én már adtam egy kiló darált húst magának. De azt se fizette ki, de nem is vittem el. Júj, de nagy duma. Olyan logikai csavar, amit nem tudsz megoldani. Mert ő valóban visszaadta azt a kiló darált húst, amit ő zsírosnak ítélt, és azt mondja, hogy de hát azt se fizette ki. Na de azt nem is vittem el. És kész. És ott áll, és azt mondta, hogy nem tudott mit csinálni első döbbenetében. Hát aztán nyilván kijött két ilyen 120 kilós csávó. Sokszor ki van ezt találva, ám, ez hogy nagyon, hogy tudod megcsavarni. Okos. Hát dohányboltoknál most csinálják nagyon sokan, meg trafikoknál, meg nagyon sok, hogy bemennek ketten, és elkezdenek pénzt váltani. És úgy váltanak pénzt, hogy az eladót totálisan összezavarják, tehát erre ilyen bűnbandák szakosodnak, általában ketten mennek, és fölváltott egy 20 ezerest, váltott egy 10-est, megint váltott egy 20-ast, és teljesen összezavarja a kasszát, és a végén már nem tudod, hogy mennyit adtál, hogy váltottál, közben a másik beleszól, ő is váltat, ő is belenyúl, és annyira megtekerik az eladót, hogy 10-20 ezer forintot szednek ki, és aztán mennek tovább. És kidolgozott rendszerük van arra, hogy milyen matematikai képlet, aha, alapján tudják úgy összezavarni az eladót, hogy már te se tudod, hogy mennyit adtál, már csak adod, mondja, és mondja, akkor még adj egy 10-est, és a végén annyira betekernek, hogy már átveszik az irányítást, és adod már, és adod, visszaadja, igen, és már nem tud számolni, és a végén mindig kiderül, hogy mínuszban vannak. De olyan ismerőseim mondják, akik itt vendéglátoznak, vagy ilyen helyen dolgoznak, hogy ketten vagy hárman jönnek, és mindenki totális összezavarás indul, és mondjuk egy csaj áll bent a kasszába, egy perc alatt megfelelják, és nem tudod követni logikailag. És úgy betekernek, és 20-40-60 ezer forintokat tudnak így leszedni. Ha vigyenek, úgy váltanak. 20-ast vagy egy 10-est, 5 helyre bemegy. Mindenhol megcsinálják, igen. Fodrász vagyok, írja egy hallgató, a vendégem 2 éve tartozik 2000 forinttal. Azért ez is még 2 éve tartozó 2000 forinttal. Akárhányszor találkozom vele, mindig a nyugdíjra hivatkozik, hogy a következő nyugdíjnál megadja. A probléma csak az, hogy a 900 forintos cigaretta mindig ott lóg a szájából, így egy hallgató. Nevetséges. De 2000 forintot nem megadni, az már nyilván nem anyagi kérdés, nem? Nagynéném fogorvos, komplett fogsort készített egy úrnak, aki amiután elkészült a foga, közölte vele, hogy nem fizeti ki, mert a nagynéném durva volt vele. Jaj! Azért, mikor ezt mondod a fogorvosnak? Igen, hogy fájt. Hát, benne van ilyen a pakliban, tetszik tudni, fogorvos, fájdalom. A festők után mennek a villanyszerelők szerevényezni, írja Zsolt, azért jó, ha a festők üzennek egyébként. Balázs, ti mindig benyaljátok a felé, hogy Jani fél tízkor az automatához megy, aztán ki tudja, üdv Majti. Valakinek tartozik, ja igen, hogy valakinek tartozik, és aztán ki tudja, hogy hol van, igen. Na jó, köszönjük, hát itt már egészen személyeskedő SMS-ek is jönnek. Már üzengetnek rajtunk keresztül. Igen. Roland, te szemét. Remélem, hallgatod a műsort, és eszedbe jutok. Viktor, 14 ezer.
Dögölj meg, te rohadék, soha nem látom viszont a pénzem. Ugye tudod, kiről van szó, írja Gábor. Beindult, igen. Karosszíria lakatos vagyok, csináltam egy teljes körű felújítást festéssel mindennel. 3 hónapig hitegetett, mire meguntam, és lelocsoltam a kocsiját kromofákkal. Hát korrekt. Jó megoldás ez ilyenkor? Hát... Mit tudsz más csinálni? Kvázik vittek vagytok akkor, mert hogy okoztál neki annyi kárt, amennyivel neked tartozik, de az a baj, hogy a pénzedet nem kapod vissza. De legalább jobb egy kicsit, nem? Igen, a szíve, lelkednek jobb. Ráadásul a saját melódat teszed. Lelkednek, de szépen mondta. A saját melódat teszed tönkre. Tehát karosszéria lakatos, fényeztél, nem fizetnek ki, és utána a saját melódat leöntött kromofággal. Igen. Na jó, a 9:30 lesz, pontosan 3 perc múlva, mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show. 9:30 múlt pontosan 5 perce, van még egy helyes történet. A barátnőm elvitt tőlem egy kis kutyát, kérdeztem, hogy ki tudja elfizetni. Persze, válaszolta, Rómeó 6 éves lett 5 napja, de Marcsi még nem adta ide az árát. Hallod, Marcsi? Most már csak én keresem. Netti küldt ezt nekünk. M3 a 102-es kilométernél a felüljáróról trükkös kamera. A 130-as kilométer szintén az M3-as borult autót mentenek, 80-as tábla külső sáv lezárva, az utazók ültesz nekünk. Na, ezek a legfrissebbek. Metró, villamos, MÁV, minden? Minden rendben. Tényleg? Vagy nem merik már feltenni. Igen, már nem merik mondani. 3:40 múlt 1 perccel, hello mindenkinek. Jó reggelt, M3 a 160-as kilométerénél a felüljáróról mérnek az utazó. Felfüggesztették ezt a lavinát, azt olvasom. Vajon mi történhetett? Keveset hozott, vagy túl sokat? Vagy mi a baj ezzel a lavina hadművelettel? Felfüggesztették. Demoralizálta az autósokat, lehet. Túlságosan is elérte a célját. Tehát, hogy túl szabályosan mentünk? Igen, és mindenki iszonyatosan becsokkizott tőle. Ja, akkor ez most csak egy ilyen belógatás. Így van, és ez se jó. Puff, és már benne is vagy. Ügyes. Nincs most. Aha. 1300 gyors hajtó, gyerekek. 14 nap alatt. 1300. Azért az szép, az. Nem? Hát az egy komoly eredmény. Az mennyi? Mennyit átlagot számoljuk? Már beindítottam a számológépe. 30 ezres bírság? Hát igen. Igen. Az a biztos már. Az biztos, igen. És mennyi zseb? Tavaly a kiszabott bírságok jelentős részét, 14,1 milliárd forintot a gyorshajtók kaptak. 14 milliárd jött be a gyorshajtókból. Azért az nagyon kemény. Az nagyon kemény. Csabi, hello, jó reggelt! Van itt pénz ebben az országban, az emberek csak úgy szórják, mennek, száguldoznak, fizetnek. Nem? Szevasztok, jó reggelt! Hello! Kérjétek kölcsön, a Csabitól van neki. Igen. Nekem nincs, mert nem megyek gyorsan, én vigyázok rá. Nem volt? Te tényleg sosem mesélted, hogy van-e büntetésed. Nincs? Volt most az utóbbi 1-2 évben talán 2. Aha. De ráadásul az egyik olyan, hogy megváltoztatták ott a környékünkre az egyik utcát 50-esről 30-asra, én megmentem tovább 50-nel. Tehát egy ilyen kis figyelmetlenség, hogy nem vetted észre, hogy most már csak 30-al lehet. Ennyi. Uh-huh. Hát, ez benne van, persze. Persze. És azt mondják, hogy kiértékelik a tapasztalatokat, és aztán újult erővel támadnak. Hmm. Most azért függesztették fel, hogy a 2 heti tapasztalatokat ki tudják értékelni. És az értékelés miatt felfüggesztették a lavina hadműveletet. És aztán jön a lavina 2.0. Igen, és utána újra. Továbbfejlesztett verzió. Újra indul a lavina. Vajon kevesebb gyorshajtás van ilyenkor, az a kérdés? Nem? Ezt nem tudjuk. Mi újság, Csabi? Mi ez a meleg itt? Befűtött. Rettenetes meleg van. Itt, ahol én ülök, gyerekek, tényleg. Óriási, ez 3 gyertya kifűtötte az egész rádiót konkrétan. Itt most kifejezetten jó idő van. De vigyázz, megégetted a kezem. Hát át a cserépkáját. Ja, te azóta fűtesz. Igen, olyan azóta, ami tűzőrző lett, meggyújtja, leveszi, fújja, leheli, tehát folyamatosan. És már kikísérleteztem. Mert felesleges a 3 darab teamécses, mert 4-szer kellett meggyújtanom közben, tehát az oxigén, ami alatta van, az 2 darab teamécses tud üzemeltetni. Hú, de izgi. Igaz? Biztos minden. Éreztem ám. Volt benne fél óra, de másfél azért már nem annyira. És meddig őrzöd most a tüzet, vagy mi lesz? Elviszük magunkkal? Jössz át az RTL-be, velem vigyük? Annyos ülésre bejössz, fogod az öletbe, tőlem mozhatod? Csak szerint... ne csöpögjön le a viaszt. És legyen nem így. Kell bekapcsolnod a fűtést. Jó ideje. Tényleg. Volt. Egyébként sem nagyon 10 fok van ki, de áthozhatod a gondodot. Még akkor nem kapcsoljuk be az ülésfűtésedet, hanem erre ülsz.
De akkor kinyitjuk a tetőablakot, és akkor fölkint kilóg a fejem. Nem, ez egy kísérlet volt, Csabi, hogy ki lehet-e fűteni egy kisebb szobát ezzel a cserépkája effektussal, de hát nyomorúságos kudarcot hallottunk. Klíma és nyitott ajtó mellett nem működik ezek szerint. De valószínűleg egyébként máshogy. Iszonyú füllet, meleg madáretetőt lehetne belőle csinálni. De hordozható, tehát ezt a tányért valaki megfogja, és elviszi, tehát kicsit kimész és fázol, akkor meg tudod magad melegíteni. Ráteszed a lábad, tényleg ráülsz, kezedet megmelegíted, vagy egy teát ráteszel, akkor ezt melegen. Nem, dolgja. Semmit nem tudsz csinálni. Valamire ez jó, nem? Egy órája még mi is ezt hittük, de nem működik. Hívjuk a naphallgatóját. Hogy vagyunk, hogy most kettőt adunk? Vagy mi volt? Volt igen, tegnap, hogy igen, nem vette föl, de adtunk, de már megígértük előre, hogy most kettőt adunk, tehát akkor most adunk 20 ezeret? Mondta a főnök, hogy adhatunk 20 ezeret, mert azt mondtuk, hogy a tegnapit odaadjuk. Hát azt mondtad, hogy valami rendezvény lesz ott a hétvégén, és akkor arra. Hát, igen, 23-án más koncert van. Ma esetleg van valami meglepetésed az étterem tulajdonos számára? Lehet volna egy koncert, de más jön el, vagy mi? Várjátok. Morning show. Az bizony, jó reggelt! Várjál, kapod, én vagyok. Hello, hello. Figyelj, hallgasd. Figyelj. Hoppá! Itt van. Hello. Jó reggelt. Sziasztok, hello. Hello, de jó lenne, ha megtalálnám, hogy mit írtál. Itt van. Na, neked tartoztak? Azért írtad ezt az SMS-t? Vagy ezzel valakit megfenyegettél, amit nekünk írtál? Nem, ez csak így úgy jött. Ennyit írtál nekünk, ugye a tartozásokról beszélgetünk, hogy hogy lehet behajtani, illetve kinek mennyivel tartoznak, tehát csak annyit küldtél nekünk, fizetsz, vagy a gazsi kimetsz. Jaj! Azért kérdezem, hogy ez működött-e neked valaha, vagy csak úgy elküldted? Nem, szerencsére még nem volt ilyen, hogy nem fizettek, csak úgy jött. Csak úgy jött. Dávid, pesti vagy? Nem, sajnos, Vas megye, jó messze vagy tőlünk. És mit csináljunk? Szoktál Pesten járni? Hát, ritkán, nagyon ritkán. Ott még nincs étterem, ugye? Még ott nem nyit. Szerintem ott még nem. Mert hogy feltorlódtak itt ajándékok, és már nem is 10, hanem 20 ezer forintos kis étteremutalványt adnánk neked egy amerikai étterembe. Ráadásul egy pénteki rendezvényre szeretnének téged elvinni, ami ott lesz ebben az étteremben, ahol koncertbelépő plusz ugye hát az egész este étel-ital fogyasztás a pároddal. 20 ezer forint értékben, amit ketten egyébként le se tudtok enni. Nem, már fél ájult vennétek magatokat. Igen. 20 ezerből. Hogy most akkor mit csináljunk? Hát, nem tudom. Soha nem is jársz Pesten? Tehát elő se fordult, hogy esetleg ideugrasz valamiért? Hát őszintén, háromszor voltam. Aha, elég is volt. Mi? Háromszor voltál eddig Pesten? Igen. De mennyi idős vagy? 23. Hát de minek jön? Mert van Vas megyében minden. Hát persze, nem. Kell. Te hányszor voltál Vas megyében? Nagyon sokszor. Nagyon-nagyon sokszor. Többször, mint hányszor Dávid Pesten. Hajaj! Hát figyelj, elküldjük neked, aztán valamikor, nem muszáj neked most péntek este itt lenni, ez a utalvány ez eláll, amikor jössz Pestre, akkor fogod a kis párodat, vagy barátodat, elmentek, aztán szépen esztek egy jót, jó? Jó, oké, köszi szépen. Átruházható? Meglepheti. Szerintem nem névre szól, szerintem igen. Mert simán átruházhatnád mondjuk 30-ért. Nincs is pesti rokon, barát, senki? Hát nincs sajnos, semmi. Jó, olvasni szoktál, mert hogy még könyv trilógiát is nyersz egyébként. Hát azt is ritka. Azt is háromszor. Mivel tudtuk volna neked jót tenni, ha mit nyersz, Dávid? Mondjál valamit, most már kíváncsi vagyok. Hogy most, ha egy dolgot kívántál, minek örülnél? Tehát mi lenne az, aminek azt mondani, de jó, na erre már régen vágytam, az mi lenne? Balázs autója. Nem tudom. Némi deviza. De nincs semmi? Az ára, a cash, mi? A cash, ugye? A cash, ha azt nem tudom megbeszélni az étterem tulajdonosa, vagy akkor adjanak főleget 20 ezer forintot postán, tehát azt már azért nehezebb lenne. Hát küldjék el a hamburgert. Na most miért? Akkor lemondasz erről az ajándékról, és adjunk holnap valakinek 30-at? Az a baj, hogy oda egy évre beköltözhet, akkor se lesz jelen. Az biztos, visszajáró lesz. Ad oda neki. Legyen az. Nem, megkapod, nem bonyolítjuk a saját életünket. Megkapod, jó, csinálsz okay. Valamit, csinálsz. Gyere el, Pested, amerikai étterem, nagyon menő hely. Jól érezzétek magatokat. Ha egyszer itt jársz, menj el, zabáljátok hülyére magatokat. Jó? Oké, meg lesz. Köszi, ciao. Nem nagyon lehetett kizökkenteni. Ne. Nem, könyvek, étterem, más, a fél kezét odaadnád ilyenért, semmi. Pedig tök jó könyvek is. Igen, ez az éhezőt viadalának hát, a trilógiája. Hát tudod, olvasol, akkor igen, de ha nem, hát... Most jön moziba is. Igen, a második rész. Könyvben jobb szerintem.
Csabi, remek zenéid vannak ma is? Azt hallottam, képzeljétek el, hogy ugye pont 10 napja megjelent a Lady Gaga-nak ez az új albuma, az Art Pop, és nem fogy jól, tehát kicsit aggódik a kiadó, most kapaszkodjatok meg, hogy csak 250 ezer fogyott el az első héten. Hát egy Lady Gaga-ból az nem sok. És az jó? Hát azt mondják, hogy így, ha így megy ez tovább, tehát ez a tendencia folytatódik, akkor állítod a kiadója 25 milliót bukhat Lady Gagán. Tehát, hogy már itt tartunk, hogy a Lady Gaga, aki eddig minden csúcsot megdöntött mindennel, bármibe fogott bele, így zeneileg, már ő sem működik annyira jól a lemezpiacon. Ettől függetlenül persze gondolom a koncert az így teltházban, meg nem tudom, a interneten ugyanolyan sikeres, meg nézik, hallgatják, és még ráadásul mi is meg fogjuk hallgatni erről az új lemezről. Az objektíve mérhető az, hogy azért, mert nem töltött, vagy nem vették meg egy nyilván mindenki letölti, nem? Tehát, hogy ettől... Igen, ugye ezt megkérdezett, hogy közben hányan töltötték le, akkor ott pedig lehet, hogy letöltési rekordja van a csajnak. Hát kiadva már 4-5 ezer forintot egy albumért. Na ez az, amit én nem tudok, mert nem látok bele, hogy mondjuk a kiadó a letöltésből kap-e vissza valamit, vagy ő tényleg konkrétan csak a lemez kiadásból, vagy a lemez vásárlásból. Hát biztos, hogy nem tett jót neki ez, hogy lenyúlt ezt a Kozsódalt. Látod, megcibálták egy kicsit. Már nem merik meglenni a lemezse, igazad van. Kozsó letérdeltette az amerikai popipart. Először Gagát, most Will.i.am-reszket. Hát, ki a következő? A Michael Jackson? Ki lesz még? Na jó van, Csabikám, jó munkát neked. Kösz. Lehet dalt kérni Csabitól 555-55-00, ez a telefonszám, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao.